6 óra 15 perce. Hello Feri, hello Jani. Sziasztok, jó reggel. A hallgatók, a kezekkel a pálinkámtól. Még egy oldal szalonnára operom a pik mellett. Ja, gyerekek, hát igazából nehéz lenne egyáltalán azt eldönteni, hogy hol kezdjük, és mit meséljünk, holott még semmi nem történt tulajdonképpen a mai napon. De tegnap annál több minden, egyébként leginkább nyilván Ferivel. Most miért én? Itt vagyunk ugye Túrkevén, és pontosabban tulajdonképpen ugye hát Túrkeve és Kisúj szállás között egészen pontosan. Egy nagyon szép kis tanyán, ebből még sokat egyébként nem láttunk, ugye, mert hogy még csak karámokat, de nem sokára elindulunk felfedezni, körbejárjuk, amennyiben tudunk járni. Ugye? Hát ez egy nagy kérdés. Na mi újság van, meddig ment a dajdaj tegnap? Kezdjük innen. Ki meddig volt? Én viszonylag hamar lámpoltás rendeltem el magamnak, 10 órakor felszívottam. Egyébként tényleg szétspricceltetek a végtájok felé, amerre csak lehetett, nagyon korán. Féltem, hogy baj lesz belőle, úgyhogy én is ilyen 10 óra magasságában már elköszöntem mindenkitől, de szerintem nem tűnt fel nekik, hogy eljöttem, még tovább sztoriztak mellettem. Figyelj, Jani, ez ment. Na és akkor az történt, hogy jobban nem vagy itt, Janika. Egy-három órája körülbelül. Hát a kronológiai sorrend az úgy kezdődött, hogy Lászlóval, ami fantasztikus szerkesztőnkkel, mi délután kimentünk pálinka főzdét nézni, amelynek az lett a következménye, hogy hát nem tudom, mennyit tudtok erről a dologról, de ugye van egy első főzet. Igen. Tehát két kanyarban nyomják a pálinkát, Csinos Tomi pedig az első főzetet megkóstoltatta velünk Lacival. Ez egy szolid 70 fokra fő. Tudod? Tehát amire az 50 fokos pálinkára már azt mondott, hogy az olyan jó, az erős, az egy kicsit üt, úgyhogy azt hiszem 70 fokosat kóstoltunk, innen is köszönjük Tominak, hogy ott azonnal kivégzett minket, aztán még meg kellett a végterméket nézni, úgyhogy mire elkezdődött a vacsora, mi addigra egy ilyen kellemes alaphangulatban indultunk. Igen, én először a Lacit láttam meg a visszaútra, amikor jöttetek, hát Laci már nem volt szomjas, de mindennek nagyon örült, mindenkivel nagyon kezdetlen volt, nekem is nagyon örült, nagyon boldog volt, és volt egy ilyen letörölhetetlen mosoly az arcán, mondom, jó van Laci, te már megvagy, talán egy kicsit lassítsunk. És mi sokat nem pálinkáztunk, de eleve én, amikor odaérkeztem ugye az ebédlőbe, és azt láttam, hogy egyébként gyönyörűen meg volt terítve, nagyon kellemes ételszag volt, mindenki nagyon mosolyog, és ott volt egyébként egy srác is, ahogy mondjátok, aki nagyon emlékeztetett engem a Lacira, de egy picit ugye az arcvonásaim már elmosodottabbak voltak, és nem beszéltem azon a nyelven, ami nő, de egyébként működött a dolog. Amúgy egy nagyon picit azért még visszalépnék, mert délután én Ferivel értekeztem telefonon, mert csak egyetlen kulcsa volt a szállásunknak, és ott gondoltam, hogy megosztam vele, hogy nekünk elviekben egy házban kell majd aludnunk, külön szobában természetesen, de egy házban. Mondtam neki, hogy figyelj, nyitva hagyom majd az ajtót, akkor be tudsz majd jönni, hogy ne az legyen, hogy dörömbölsz, hogy ilyesmi, be akarsz mászni az ablakon, nehogy megsérüljön a szúnyogháló. és mondom neki, hogy akkor majd nem zárom be az ajtót. Erre ő mondta, hogy van itt egy pálinkafőző, ő még elmegy oda meg. Nem mondom, akkor jó, akkor be is zárom. Akkor van az. Az mikor derült ki számodra, hogy mindenkinek van külön szállása? Nekem azt mondták, hogy nincs. Igen. Ez volt a humor része, mert tudtuk, hogy meglehetősen mizantróba akadt vagy, ami azt jelenti, hogy szereted ezeket az apartmanokat egyedül birtokba venni. Rajtad kívül mindenki tudta egészen estig, amíg te nem jöttél rá, hogy nem fogsz a fejével aludni. Ez egy ilyen kis kedves gag volt. A Zsuzsi találta ki, csak mondom. Ő volt az ötletgazda, de mindannyian előszeretettel tettünk rá, hogy ne zárd be magad, mert nem sokára jön a Feri. Jani páriba esve telefonált egy párat, hogy melyik szobába aludhat, akkor most ő hol alszik a Feri. Semmit, mindenkinek külön apartmanja volt. Azért volt nagyon kedves geg, mert végig nyitva volt az ajtaja a háznak, én pedig bezártam magamra ez egyetlen szobát, amiben aludtam, és végig, ugye ha kinyitottam, akkor abban a pillanatban hideg lett a szoba, és bedurrant a konvektor, a másodpercen belül iszonyatosan meleg lett, akkor becsuktam az ablakot, de akkor megint meleg lett, akkor kinyitottam. De este sem mondta a Zsuzsi, hogy... Nem. Hát gondoltuk, ezt már végigvisszük. De rendesek. Ez jó kör volt. Jó kör volt, mert reggelre már így már a bőrömön keresztül is vettem a levegőt, annyira nem volt oxigén ment a házban. Egy kis bőrlégzés. Én meg elhagytam a kulcsot, ezt most mondom a vendéglátóinknak, hogy nem tudom, hogy hol van az apartman kulcsa, tehát én is nyitott ajtóval aludtam, de az a kilincs alá betettem egy széket, hogyha amennyiben esetleg valaki úgy érzi, hogy a szállás után az első apartmanban próbál egy kicsit hajnalba bejönni és körbenézni, hogy kik alszanak ott, akkor legalább egy kicsit meggyűjön a baja a bejutással. Úgyhogy én széket
támasztottam ki az ajtót, a nagyon klasszik, én nagyon primitív módon tudod, hogy aláteszed, és akkor, hogy lenyomod, nem tudod, mert a szék megfogja. Kiváló. De közben gondoltam rád, hogy te vajon most melyik ágyban fekszel, és... Az volt a szerencsém, hogy... Jaj, itt vagy már? Jaj, mi volt ez a recsenés? Csak alólam jött. De egyetlen kulcsot találtam az egész kecóban, volt rengeteg ajtó, egyetlen kulcs volt, az a fürdőszobály, de mivel igen, tapasztalt ember vagyok, tudom, hogy ez az egy kulcs, ez valószínűleg mindent nyit, és igazam is lehet. Mindennyit, mindezzel, és akkor bezárkoztam, mondom, a szobába, ami aztán már nem sok levegő volt így éjfél körül, úgyhogy, de hát ez van. Meg reggel sem. Hát konkrétan úgy ébredtem, mint hogyha nem és reggel átszóltál a Ferinek, hogy ha-ho, Feri, kelj föl, reggel van, mindjárt indulunk. Nem, hátra mentem megnézni. Hátra valamelyik bökbök. Éjszaka kicsit betekargattam a lábam. Menjünk. Igen. Na, hát ami drága vendéglátóink, egyébként, ahogy látom, már itt is készültek mindennel. Itt gyerekek a komplett farmról, a komplett állathadsereg ide lett rendelve az üvegstúdió mellé. Kicsit meglehetősen érdekesen néz ez ki, ugye, hogy üvegstúdióban vagyunk, ugye itt a Lénárt farmon, körülöttünk pedig karámok, ahol számomra egyébként 80%-ban olyan állatok, amiket megismerek, tehát ez már ez egyébként egészen jó arány diktálok. Az ott a vikunya. Egészen jó arány diktálok, mert néhányat felismertem, de hogy ugye közben, hát ez egy elég nagy gazdaság, úgyhogy ahogy egy kicsit világos lesz, majd körbejárunk, és hát vannak fontos kipróbálásra váró dolgok. Ezeket fogjuk majd végrehajtani. Egy dolog, ami nagyon fontos, és tudnunk kell. Hogy nagyon nagyot rúg a tehén. Egyrészt, másrészt, hogy van egy ilyen kis bobkettünk, tudod, ez a pakoló dolog. Igen. Hogy meg tudod-e most, de tényleg most reggel ígérni, az a nagyon könnyű így orra állni. Hogy ezt meg akarod-e csinálni, hogy vagy legalább megpróbálod, vagy most feladod. Nagyon szívesen próbálom meg, tegnap az estén nagy része arra ment, hogy figyelj, nem biztos, hogy jó lenne te, ha azzal a bobkettel felborulnál, mondta a tulaj, aki kihozta ezeket a kis szerkezeteket, ma reggel ajándékot hozott nekünk a kocsi mellett, várt, figyelj, itt az ajándék, figyelj, én nem biztos, hogy jó, ha felborulsz, mondom, ne aggódj, hogy azonnal nyakra teszem a gépet, kettő percen belül. Igen, csak az a baj, ugye, hogy azzal ugye teljesen fejre is lehet állni, nem? Tehát igen. Hát most, ha csinál valamit, az ember csinálja. Akkor az rendesen, ne nekem ugye nincs jogsim, de én mindenképpen ki akarom próbálni. Minden jó, és neked szereztünk egy nagyot is, azt is meg lehet borítani. Jó. Mi az első feladatunk? Hogy induljunk? Ugye tulajdonképpen ennek a kitelepülésnek az a lényege, hogy kicsit mi, akik hát most már meglehetősen régóta városban élünk, sőt, ugye én azt gondolom, hogy a legautentikusabb városi vagyok közületek, kicsit megbarátkozunk a vidéki életformával. Megnézzük, mit kell csinálni, hogy kell birkát nyíni, tehenet fejni, melyik a kecske, melyik a bárány. Ugye hát az alapoktól kell viszonylag indulni, és hát ezeket szeretnénk kipróbálni. Ugye? Nagyjából mi van terve véve? Hát a tehén az melyik? Az a nagy állat itt közvetlenül a stúdió előtt, ő a legnagyobb. Igen. Ő a legnagyobb, hát vele két tervünk is van, Rizskával, az egyik a fejés, kézi vagy gépi, választhatsz, van egy kis mobil gépezetet is hoztunk, ne bocskodjunk már egy gépekkel. Lehet kézit, és hát van egy másik dolog, de ahhoz állatorvos jön. Ahhoz állatorvos. Igen. Jó, és hát megmutatja, és utána majd mi eldöntjük, hogy akarjuk-e vagy sem. Azért ott az opció, igen, az opció azért még álljon továbbra is, tehát hogy még nem tudjuk, hogy mit akarunk. Olvastunk másokat róla, talán látunk is természet tudományos csatornákon, de valójában a puding próbálja az evés, ahogy mondani szóltál. És majd sem akarjuk hinni, hogy ilyet lehet igen, csinálni. Igen, állítólag ez a tehinnek, ez a beavatkozás semmiféle különösebb gondot nem okoz, tehát hogy van gyakorlatilag ez olyan neki, mint a kérődzés. Tehát, hogy jön az állatorvos bácsi, akkor mindig egy picit mások a napjai, egy picit jobbak, kicsit szebbek, kicsit felvirágoznak, kicsit mosolygósabbá válik. Jobban mosolyog egy kicsit, igen. Utána. Nagy jó SMS jött, a jó pálinka olyan, mint az anyós halála, kívülről megkönnyeztet, de belülről mocskosul jól esik. Köszönjük szépen, várunk hasonló bölcsességeket. Mondjad, de a legfontosabb az, hogy akartok-e reggelit, és hányra. Ne viccelj, természetesen igen. Én azt gondolom, hogy alapanyagokból, csak akkor találjuk, hogy milyen alapanyagokat kell megszerezni. Tehát add ki az itinert egyfajta kommandóra, hogy akkor mire van szükséged, mi Janival a következő megszállásban gyanútlanul elindulunk, ezeket megszerezni. Jó, minden esetre legyünk nagyon óvatosak, mert ahogy az egyébként nagyon kedves turkevélyeknek a sztoriaiból ez kiderült, ők egészen más fordulatszámon élnek, mint mi. Tehát, hogy én valószínűleg egy kóstolóval beérném, ami neki kóstol, az nekem valószínűleg egész napra elegendő, mert gondolom úgy indítják a reggeleket, hogy összeütöttem a 30 tojásból egy valamit, amíg még lesz. Ja. Ebédig valahogy el leszünk, azt kitörölgettem, addig is egy 2 kilós veknivel. Hangosan röhögtek azon az adagon, amit én tegnap vacsorán
furának gondolt, hogy körbálták a tányért, és egyszerűen próbálták értelmezni, hogy mi ez a rettenetes, egy nyomorúságos, tápos adag, amit én szeretnék magamhoz venni. Nem nagyon esél, Janikám. És miért nem vagyok igazi férfi, miért nem kóstolom meg még egyébként a marha lábszár pörköltet, miután már négy fogást ettünk, na adtak ide nekem azt a lábot, mondták, és hát nekiálltak. Más dimenzió, azt gondolom. Jó, mind italfogyasztásban, mind ételfogyasztásban, szóval, hogy döbbenet. Hogy mondom, mindjárt megdöglök. Nem nagyon ettél. Jani megette a kis gombafejét, a kis rántott sajtját, egy kis zöldséget, ezt, azt. Hát, hogy ugye eleve a vegetáriánus tál azért az önmagában értelmezhetetlen volt. Olyan, inkább beteg vagy, ha mit csinál már. Ugye nagyon drágák voltak egyébként, nem tudták hova tenni. Iszonyatosan jó fejek voltak, mint hogyha ha egy ilyen kisgyerekek társaságában ült volna egy pár, jó pár férfi, és ők így elmondták volna, hogy miről is szól az élet, meg ott ültünk, egy kicsit lesütött szemmel, hogy úristen, így is lehet. Mondom, te kedves a bácsi mellettem, hát 43 éves vagy, na jó, akkor. Igen. Más, azt gondolom, más picit a fordulatszám. Na, mi a menü? Tehát meg kéne szerezni a tojást. Tojást. Ez az első, hogyha például tojást rántottát akartok, ehhez kovácsoljatok vasserpenyőt, tehát az első feladat. A tojást kéne kiszedni a tyúk alól. A tojást kellene kiszedni. Uh-huh. Aha. Mennyire védi a tyúk a tojást? Alapoktól induljunk. Tehát a tyúk az odaadja könnyen a tojást, vagy ő egy ilyen harciasabb állat, aki megvédi hát azt, amit kitolt a kis kloákáját. A tyúk az igen, de csinos Tomi nem. Én nagyon szívesen neki megyek egyfajta tojás körútnak egyébként. Tehát meg kéne keresni, na, ugye fölismerni a tyúkot, ez igen, egyébként azért nem lesz nehéz, nyilvánvaló, és alóla kell megszerezni. Úgy csináltuk direkt, hogy a kakas most ott van velük. Na, ez kiváló. Az mindenféleképpen. Ő az, ami ugrik, repül és kiszúrja igen a szemenet, igen, ugye? És viszont egy nagy taslival jobb belátásra tudod bírni, ha mennyiben eléred. De mivel a tyúkoktól viszonylag messze található a konyha, ezért, hogy addig se hallja léhen, de még két-három tojásból azért még nyersen szív ki a belsejét, mire. Hogy ameddig odaérsz, addig is legyen elég fehérjét. Mennyit tojik egy tyúk egy nap egyébként? Mi az egyet. Hát egyet. Egyet egy napocska? Igen. Azért akár tartalak 30-at. Akár ha egy akár hónapon keresztül? Akár mit csinálsz vele, akár mit csinálsz akár mi, ennél többet nem tud. Hm. Jó, és azt nem nézzük meg, hogy belesült a tojás, vagy az nem valami ilyenre készült, az én egész éjszakon gyakoroltam. Felemeltem a kis mutatójamat, a középsúlyamat, összezártam ollóállásból, és mondtam, hogy gyere ide, tyúkocskám. Ma reggel én nézem meg. Szopogattál, hogy legyen elég nyálad az ujjaid. Ma reggel én nézem meg, hogy besült-e a tojás. Jó. És tehát mindegyik kell között kell nyálazni? Hát ez, nem, ezért van 10 ujjunk. Ja. Igen. És hogyha szerencséd van, akkor nem 11 tojásból kérnek rántotta. Igen, egy csak egyszer használatos, hát azt nem ígérem, hogy újra benedvesítem. Jó, tehát szükséged van tojásra. Igen. Okay. Egy jó kis házi tej, vagy tehéntej, vagy kecsketej szerintem ne hagyjuk ki, nem? Igen. Mondjuk azt gondolom, hogy a mi elkényeztetett lesz. Városi gyomrunknak egy pohár házi tej az azonnal föl kell itt fedezni az infrastruktúrát, hogy igen. Tehát de körülbelül mennyire vannak messze a dolgok, nem? Hát ezek zsírosabb tej. Ez sokkal zsírosabb, meg ugye nem pasztőrizált, de az igen első, tehát a legdílisebb az lenne szerintem, hogyha te akarsz fejni, Balázs. A jó fejte, rábeszéltük, ugye? És akkor megpróbálni, hogy mi ott állnánk a tehén mellett, és egyből szájba. Már mit? Fejni. Szájba fejni? A tejet. Aha. Ja, hogy egy a száján keresztül, micsoda? Ezt nem, nem. Én ja, úgy tiszátokban. Ja, úgy érzem, Ferenc, hogy ez a fajta metódus, amit így feltáll az Balázsnak, az élet más területen is elég kapkodósnak. Ez az egyből száj. Jó, kicsit lassan, de leesett. Jó, szóval tojástej, ez az első. Van. Ugye, ebből csinálsz Janinak egy vegarántottát, utána meg kicsit elkezded azért férfiasabbá tenni azt a rántottát. Ugye? Beledobálsz ezt azt, amit a kezed ügyében találsz. Igen, tehát a lányok reggelizinek sima tojásrántottát, és akkor utána jönnek a férfiasabb dolgok. A turkevei barátaink hoztak minden, a saját zsírszalonna, már hogy nem az én testemről származott, hanem nekem itt van tartalékszalonnám, képzeljétek el, ha rosszabb idők jönnek, akkor csak jövök turkevér, és van egy oldalszalonna, hát abból már nem lehet baj. Na ebből is van, itt van kolbászunk, van hagyma, tehát csinálhatunk. Kiváló. Rendes húsosabb rántottát is. Igen. Jó? És minden, gyakorlatilag minden alapanyagot túlkevés szokás szerint fel kell majd köszöntenetek. Ezt a tojásra! Nagyon hamar megalakulnék. Itt sem sokat tudtam aludni éjszaka, de nagyon, nagyon hamar megalakulnék. Na jó van. Oké. Okay. Online közvetítésünket lehet nézni természetesen. Azt gondoljuk leginkább ez ugye akkor izgalmas, amikor majd elindulunk akciózni. Tyúk alól tojást kiszedni, kecskét fejni, birkát nyírni és hasonlók. Ugye mindent kipróbálunk, amit lehet. De folyamatosan ugye a morningshow.hu-n és a klasszefm.hu-n is lehet online követni minket. És a Facebook oldalon is, kim van egy streamen keresztül, a Facebook oldalon is ott van egy link, rámentek online közvetítés, és megtaláljátok, jó? Ha az egyik esetleg leállt, hogy nem működik, akkor gyorsan át lehet pattani a másikra, a három csatornán keresztül is próbáljuk ezt nektek megmutatni.
Anett, hello, jó reggel, szia! Jó reggel, sziasztok! Láttal a kis titeket, úgyhogy működik. Hát az azen a streamen működik, láttam. Jani nagyon integetett most neked, csak azt nem biztos, hogy láttad. Igen, mert főleg, közel. Hogy most már a hátam mögött van a laptop, ami meg van nyitva. Behallatszik a kukorékolás egyébként? Tehát átjön? Hát a picit hangos az alázene, úgyhogy amiatt nem nagyon hallom, na, de... Hát, csapja Zsül kezére. Jó, igen. Hallottam? Bejött. Igen, igen. Nem effekt volt. Nem effektről nyomtuk. Viszont most tudjátok szaporítani az effekt parkot, tehát föl lehet most venni aztán mindenféle hangokat. Ja, vicc, ez mindenem van, figyelj. Hey, Feri, csak óvatosan. De ha még főzni is még csikó. Feri, szállsz le arról a lóról. Lovat még nem láttam, ez melyik volt? Ez a lipicai. Hangról mi? Viszont a kakas nem szeret bennünket, mert azóta csöndben van. Egyébként a látvány az önmagáért beszél. Feri megállt a karám egyik sarkába, tyúkok pedig a másikba. Eddig gyönyörűen szétszóródtak az udvaron, de mostanra összeszerveződtek egy kis csapatba. Felvették egy teknősbék a formációt, hogy egy falangszok, most nem tudom így megállapítani. Figyelj, támad a nagyszörny, álljunk össze. Jó, figyelj, mondd meg neki, hogy 3-4-7-kor jön a Bali, adják oda a tojásokat. Velem lehet bizniszelni. Nem akarok erőszakot alkalmazni, de fogok, ha megvédik a tojásokat. Jó, figyelj, Balázs, arra, hogy bemegyek hozzájuk, ellopom a tojásokat, mert rántottát szeretnék enni. Arra figyelj oda, hogyha elmész a tojásgyűjtő körútra, hogy a kendermagos tyúk alól vett ki a tojás, mert mindig az a legfinomabb. Fogalmat sincs, mi az a kendermagos tyúk, de majd szerintem a Feri segíteni fog. Anett, nézd itt, annyi kétlábú madár van, örülök, ha egyáltalán a tyúkot megismerem. Hát azért túl sokat ne nézzél ki belőlem. Hát itt van taréjos, meg taré nélküli. Hát Balázskám, ne bajgass már a szarkákat. Nincs tojás. Iskoláját, hát egyik alatt sincsen tojás. Persze, mert a madárházban vagy, Balázs. És ami még nagyon fontos, a néma kacsával nagyon vigyázz, mert a néma kacsa nagyon veszélyes. Néma kacsa. Igen. Az jó, mert bármit csinálok vele, nem tudja elmondani. Ez jó. Egyébként kommunikálj vele kézjelekkel. Anettet hozni kellett volna, ha ilyen okos. Igen, 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 hát segíthettem volna. Feri már átnyergelt egyébként a tehenekhez. Na, jó van. Egyébként a tehének a metakommunikációjából is azt látom, hogy annyira azért nem kedveli. Igen, azt gondolom, hogy kétszer kellett volna fogatmosnom ma a tegnap esti pálinkázás után. Picit bevárosiasodtál te is, Feri, már úgy nem úgy közelít a tehén hozzád, mint régen. Viszont tök figyelmesek voltak a vendéglátóink, mert hoztak nekem is egyet, és Ferinek is egyet, úgy látom, egy kis tején, meg egy nagy tehét. Neked a kicsit nyergeljük. Igen, de most csak egy takarót dobjatok rá. Oké, okay, játékaink természetesen lesznek. Fekete férjem, nem, Óven bácsi, hármasugrás, mindent játszunk, amit szoktunk. Úgyhogy mint mindig SMS-ben lehet ezekre jelentkezni. 0636450000. Ez az SMS számunk. Annyit jön a hírekkel. Aztán jövünk vissza, mi is. Ez itt a Morning Show. 9:00 pontosan, 7 óra, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Turkeve mellett vagyunk, ahogy ígértük, ugye a Lénárt Farmról jelentkezünk, és hát itt mulatjuk az időt egészen 10 óráig, kipróbáljuk, hogy milyen az, amikor az embert munkára fogják, befogják, és olyan dolgokat csinál, ami az egyáltalán nem ért, ráadásul ugye soha nem csinált. Nagyjából összeállt a program, hogy mi történik majd itt 7 órától egészen 10 óráig. Hát azt gondoljuk, hogy valóban befogtak minket, tehát a tyúk alól a tojáskiszedés, a tehénfejés, a birkanyírás, a tehénvizsgálás, a kis tehénnek a fülébe valami számberakás. Tehát itt olyan munkálatokat kell bevállalnunk, amit egyébként hát egy ilyen gazdálkodás, ugye hétköznapi tevékenység. Viszont itt kaján vigyorral az arcukon jönnek és mondják a különböző feladatokat. Észrevettétek? Hogy ennyire jól szórakoznak? Jó, meg kéne fejni azt a tehenet. Nem rugós. Aha, persze. Nyilván nem. Vendégtehén, tehát nem baleset veszélyes, nem kell félni. Persze. Tudja, hogy azért hozták, mert igen, ez az egyetlen a környéken, ami rugvákkal rab. Igen, tegnap hatan mondták, hogy nektől ugye oldalra is tud rugni, hanem csak hátrafele, oldalra is rug, úgyhogy jól fog majd meg. Na, úgyhogy ez lesz, 7 óra után indulunk egyébként akciózni. 7 óra után Feri reggeliének alapanyagát próbálom megszerezni életem kockáztatásával a meglehetősen felbőszült kakasok és tyúkok közül. A tojások kicsempészése, Jani már egyébként egy bottal hergelte a kakasdíret, mert tudta, hogy nem sokára arra megyünk. Valami tehénfejés, ugye ez a két projektünk van 7 és 8 óra között. Így van, és egyébként meg azt kéne arrébb villázni, amit most hoznak, a gagyét. A gyerekek, azért egy ilyen gépet is kipróbálunk, így megnézzük, melyik a legnagyobb. Jani azért nem mondta, hogy egy ilyen kombányt, vagy valamit, mondjuk ez nyilván nem az, de hogy egyébként nem röffentenél azért be. Hát nem itt egy gyorsulási verseny a földúton, szerintem simán benne. Nem mondta, hogy azt nem próbáljuk ki.
nagyon helyesek a mi vendéglátói, mert hogy felsorakoztattak 4-5 fajta mezőgazdasági képet, egészen a kicsitől a legnagyobbig egyébként, tehát komplett gépparkot állítottak fel, ugye? Úgyhogy gyerekek, itt csak azt nem próbálunk, amit nem akarunk egyébként. Lemosva csillivillin állnak a gépek. Én tegnap láttam, én tegnap kijöttem megnézni a helyszínt, és már itt fényesítették őket, hogy a mai akcióra nagyon szépek legyenek. Igen, mert a kis súvickolás, mint minden. Na jól van. Oké, van egy-két közlekedési hírünk is. 3 autó vesztegel az M0-áson, a 15-ös kilométernél a leállósában az M1 irányában. Lassan tudnak csak haladni az autók. Aztán ülővecsés elkerülőn ülő elején menetirány Pesszárójában, a külső sávban pár méteren munkát végeznek, így a belső sávban igazodik az autós forgalom. Figyelmesen kaptuk Tecától. M0-ás M1 felé Szigetszent Miklós után torlódik valamiért, csak szólt. Jó, mindjárt megyünk, hívogat. És majd nem fog feszülni annyira, bébé. Nem sokára megfejlek, kicsim. Igen, szóval, mit akarok mondani? Igen, M1 óbaró pihenőnél rendőrök KPM most küldtek el a parkolóból, mert teljes kontroll lesz. Kaptuk ezt is SMS-ben. Mi pedig játszunk, ugye fekete-fehér igernemet valakivel, már itt is van a játékos. A Verhetetlen Rádiós Trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, egy hallgató és egyetlen szabály. A Morning Show arénájában Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Vadon János várják az új kihívókat. A csatát 4 tiltott szó dönti el. Fekete, fehér, igen, nem. Készen állsz rá? Jól gondolt meg a választ. Jó van, na, mindjárt megy. Imádom, hogy tehénbőgés van, komolyan. Annyira jó hangulata van. Halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok, Joe vagyok, Dunakeszi-ről. Hello, Joe, jó reggelt. Már munkában egyébként? Igen, munkában. Munkában. Jó van, mit dolgozol? Áruszállító vagyok. Áruszállító van, jó van. Joe, kivel szeretné játszani, mondj gyorsan. Veled, Balázs. Velem. Jó. Vagy a kecskével. Hallod? Van a tehének neve egyébként, Feri? Ricska. Jaj, nem. A Ricskának köszönhető tejnév nincsen. Igen, Ricska. Minden tehé Ricska. Hogy lehet ez? Megkérdezzük. Hát most... Feri kideríti, mi a tehén neve. Csak azért kérdezem, hogy úgy nevén szólítsuk majd, ha elindulunk megfelelni. Tehát legyen egyfajta kontaktálás, egyfajta barátkozás azért. Tomi, te nem tudod a tehén nevét? Nem. De senki nem tudja. Ricska. Látod, ő is a Ricska. Csak az minden lehet. Tehén Ricska, igen, itt van Ricska 1-től 300-ig. Hihetetlen, tök fura, hogy nem lila. Na jól van. Oké, itt vagy, felkészültél? Itt vagyok. Kapcsolat. Indítjuk az egy percet, Jani. Indítjuk. Igen, így van, indítjuk. Figyeljetek, azt mondja, alkalmazások. Ne csináld már. Jó, de van nekünk hangeffektusunk. Na, 3, 2, 1, fire! Joe-t mondtál? Szia, jó reggel. Kérdezzél, persze, hát nagyon szeretnék kérdezni? Szeretnék, igen. Na, figyelek. Hoppá, már vége is a játéknak, köszönjük szépen. Mi volt? Vége is. Mondott egy igen. Mert azt láttam, hogy közben a Feri belenyomta a tehén szájába a mikrofon. Szeretnék, igen. Szeretnék, igen, nem én hiszek Jánosnak. Abszolút hiszem. Igen, kimondtam sajnos. Hát sajnos. Pedig ez egy ilyen nagyon támadós, visszatámadós, ilyen nagyon flott játéknak indult. Igen, hurrá előre, jaj, a kardom, beledöltem. Igen. Joe, legközelebb játsszuk egyet, ez rövid volt, jó? Köszönöm szépen. Szép napot neked, Joe, köszönjük szépen. Megrettent Ricskától. Igen, igen, csak megrettent Feri mikrofonjától Ricska. Ne Ricskának hívjuk már. Ő is tiltakozik. De hát így, nem, azt mondja, hogy igen. Azt mondta, gyere Balázs. Azt mondta, hogy Brüsszelhez fogok fordulni. Azt mondta, gyere Balázs, fej meg. Várom a kis finom kezeid. Nekem is vannak jogaim, ne hívjatok Ricskának. Akkor minek szeretnénk hívni? Legyen a neve Pattison. Pattison. Nekem a Pattison. Robert Pattison. De miért? Nem tudom, most ez ugrott be. Legyen Pattison. Jó. Oké, jövünk vissza 7 óra után 2 küldetéssel. Gyorsan, hogy a tehénnek a biológiai órája ne boruljon fel, meg kell fejni. Ezt itt most mondták így nekünk, van. Hogy 7 órakor szokták fejni, és már egyébként duzzad a tőgye. Pillanatkor belül aláfekszem, aztán mehet a spritz party. És hát Feri még mindig nem tudott elkezdeni reggelit csinálni, mert nincs, aki ugye kivegye a tyúkok alól a tojást, megbirkózván a kakasokkal. Úgyhogy ezt a 2 küldetést hajtjuk végre. A net híre után 3 perc múlva 7 óra. 7 óra után pontosan 11 perce. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagy. Hú, hát itt zajlik az élet a farmon. Kismalac, nagymalac, úristen, mekkora egyébként. Online közvetítés, mindent lehet látni. Tényleg csodát lát az ember, ha ilyen helyre jön. Szenzációsak. Online közvetítés a Facebookonkon.
Feri, na. Miért a ciakokat? Nem haragudjatok, kicsit csikar a gyomrom. Egyél több rostosat, Feri. Akartok? Ezt hiszem inkább, jó? Gyere, szívem. Édesem. Feri ugye visszatérő vendég mezőtúron, és hát itt kapott egy malacot ajándékba. Dehogy is, ezek az utódok. Nagy buli lehetett, Feri? Hát így sikerült. Itt valamit, ha jól emlékszem. Visszanyit, cukik. Ja, szóval online közvetítésünk van folyamatosan a Facebook oldalon, a morningshow.hu-n és a classfm.hu-n természetesen. Ebben a fél órában pedig nem sokára szegény tehenetnek... Istenem, Ripley, segíts! A mellemből jött ki! Úristen! Feri megérkezett egy miniatűr kis malacca. Egy hát hetes. Nagyon egy hetes. Lekakil, csak mondom egyébként. Hát ez a dolga. Ez ilyen. Semmi gond nincsen. Jaj, de visszaviszem a mamához, bár jó. Ő a papa. Jó. Egyébként meg van mellett egy olyan 400-500 kilós kis nagyobb darab is. Igen, na. A faterral már meggyűlne a gondunk gólemmel. Gyorsan egy-két közlekedés, aztán megyünk akciózni, mert sok a dolgunk. M0-ás torlódás nem kicsit, mert hogy tolják az autót a belső sávban együtt a forgalommal. Nagy dugó. A Rákóczi úton a Blaha és a keleti között a keleti felé vezető oldalon taxis ütközött egy mercivel. Feri. Ne haragudj. A taxis szóra mindig ezt csinálom. Három sáv közül csak a belső maradt, szabadon alakul a dugó. Megkaptuk ezt is SMS-ben, valamint a Rákóczi út Luther utca sarkán baleset. Kezdődik a torlódás. M2-es, M3-as, Szerencs utca jól járható, Mókus gazdának jó etetést mára. Alfás Füles küldte nekünk. Szép, köszönjük szépen. És van még egy M6-os 168-as kilométer az első és a második alagút között Pécs felé trafi, mindkét irányba mérnek. Ezt pedig Jégermeister küldte nekünk. Nagyon szépen köszönjük. 0-36-145-00-00-00. Gyerekek, a Feri nem tud reggelit csinálni, úgyhogy igen, lehetünk akcióban. Én is, jó? Azt mondom, hogy el kéne kezdeni. Gyerünk. A tojás összeszedését. Irány a terep. Gyertek, barátaim, terepen vagyunk. Na, ugye két feladatunk van igazából, a tehén már könyörög, hogy valaki fejje meg, mert hogy 7 órakor szokták fejni, és a tojások kiszedése. Ne nézegessük, kolléga, ugorjunk be a kalámba. Na, hol kell bemenni? Hol kell bemenni, gyerekek? Ugorját? Ugorját, külön kapu itt nincsen. Mi nincs külön kapu? Hát ne viccelj, most másszak át. Jó. Itt. Hány tojást akarsz, Feri? Mondd meg, hány tojást szeretnél? Te hányra volt hitelesítve, János? Hát figyelj, de 3-4 darabot azért kapkodjál már össze. Hallod, kapkodjál már össze. Gyorsan, legényes öcsém. Kapkodjál már össze egy pár. Csukjuk rá, és most indítsátok a vérkakast. Na, es innen, megkas. Ez a kakas? Igen, ez a kakas. Ő az. Aha. Figyelj, úgy tudod megfogni, igen? Úgy tudod megfogni, nem, már nem a tojást. Hess innen, te. Fogjál meg egy tyúkot. Egy tyúkot? Aha. És nyúljak a kloákájába, tudom, hogy van-e benne tojás. Mennyit akarsz, Feri? Mennyit egy, akarsz? Kettő, hát ez még kevés. Hány tojás volt, ezt nem tudtad? Szerintem nekem annyi elég lesz. Három, jó, de hagyd szedik meg magunknak. Ja, de minek? Feri, te? Ennyit tojtak, komolyan mondom. Hát aha. Nagyon, nagyon lelkis. Vigyázz, ne lépj rá. Hajatra tolják. Nehogy összekoszold a dolcsi gabonát. De nem arról, hogy be kell nyúlni valamelyiknek a kloakája, vagy megnézzük, hogy nem sülte bele a tojás? De ez vagy csak palira vettetek? De ne, két megszólás között kijöhet. Na, legyen egy 10 tojásos ántosa. Jó? Várjál. Jani, nem baj, beletörlöm a pulcsinak. De igazából nem arra szeretem. Kiveszem belőle ezt, jó. Zöldségekkel okay. Jobb lehet. Félős állatok egyébként, annyira nem nagyon jönnek. Mert megfejtették őket, és ha időre Balázs, nem csipkedni. Nem bántani, nem csipkedni. Az anyád úristen. Gyere, egy csúkot kapjunk el. Hát itt csak kakasok vannak. Azért legyetek már kicsit humánusabbak. Feri, most miért kell ennek műsorban megtörténni? Hát legalább várjuk meg, míg végig a beszél. Azt mondtad, hogy fél liter törgrünk, tehát szokok ezt csak jönni. Megittuk, nem? Hát kapjál egyet, mutasd meg, hogy jössz, csinálod. Figyelj, jössz, igen? Az a lényege, leteszed a mikrofont valahová. Nem, a mikrofon nem adom ki, a kezemben, ha támad, azzal fogom megütni. Ő a kakas, igen? Őt ja, nem bántsuk. A bármelyik kisebbet megfogjuk. Ne, Feri, Léci, Balázs a király, jövő a kakas, gyerünk, kapd el. Én nem akarok barátkozni a kakassal. Nem. Na, kapjál föl egy tyúkot. Figyelj, Feri elindult, letette a mikrofont, és most fog vetődni. Fogj egy fehéret, mondjuk, igen? Jó? Az, hát a fehér a szalad, igen, az fürge. Csak siess meg, közben a tehén már elájul, annyi tej van benne. Feri rohangál körbe-körbe egyébként. Azért, mert... Ez minden műsorban nagyon szeretem. Rájöttem egyébként. A tyúkot elfogja. A legjobb. Feri azért megy a fehérre, mert azt tudja megkülönböztetni a barnáról, azt hiszi, hogy az egy kakas, pedig az több. Csak a látásával, ez az. Feri, mondhatni, te se vagy annyira ügyes, és a kis kőműves dekoltás, kösz. Hey, nagyon jó, tök na. Jó, köszönöm. Mi is mit csináljak vele?
Na, itt van. Aha. Ő a naphős. Oda néz. Tedd le, mehetünk a tehéhez. Igen, bocsánat, itt kicsit. Nem ezeket a droidokat keresik. Na, engedjük el. Menjünk a tehéhez. Jó, menjünk a tehéhez, gyerek. Na. Megvan tehát a reggeli, tehát Feri elvileg... Feri mindjárt átnyújt egy tehenet Balázsnak. Most egy tyúkot nyújtott át, később egy tehenet, azután pedig néhány racka juhot fog. Feri el tud kezdeni majd tojásántatát csinálni. Tehát az alapanyagot megszereztük, ugye? Úristen, mekkora malac, gyerekek, Jézus már! Ez legalább van egy 3-4-5 mázsa, nem? 5. 5 mázsás? 5-ös, és ajánlanám itt a hátsó fertáját. Kiváló. Hozzátok a paritjámat, legyőzöm Góliátot. Jézusom, hát ez olyan magas, mint mi vagyunk egyébként. Online mindent lehet látni, egy brutál nagy. Azért ez nem sűrű az ilyen nagy darab malac, nem? Feri, te vagy az autentikus. Én vagyok a tanyasi, tudom, persze. Figyeljetek, egyáltalán nem érzi egyébként, amikor meglapogatom a hátát, mert olyan mélyen vannak a receptorai, hogy... Hát ahogy te simogatsz, persze, hogy nem érzi. Hát. Jani meggyúrta. Jó. Na. Oké. Okay. Na. Egyébként jobb, ha barátkozol a birkákkal is, mert hogy azt fogjuk versenyre nyírni, mármint hogy őket, úgyhogy barátkozzál meg velük. Tehén fejés, gyerekek! Ez a következő projektünk. Itt több tehén van. Ki mondja el nekünk, hogy mit kell csinálni? Hát itt azért kellene nekünk egy kis segítség. Itt van nekünk Robert. Hello, Robi. Szépen, ő a tehén felelős. Mit kell vele csinálni, Robikán? Hát először megbarátkozni vele. Aha, hallod, Jani? Nehogy fölfajjott. Sziasztok, Jani vagyok. Neki van neve? Neki tehén. Tehén. Ja, nagyon szép név. Nagyon szép név. De kezdjük az alapoktól, Balázs kedvéért. Melyik a kecske, melyik a tej? Melyik a szalma? Várjál, de miért kell megbarátkozni vele? Tehát én értem, de hogy mi hát rúg, vagy mit csinál? Hallja hangodat, aha, és néha, hogy ne rúgkapáljon, ne vergődjön. De miért vergődik egy tehén, amikor fejik? Nem, csak ugye benneteket nem ismer. Aha, ez igaz. Akkor mutatkozzunk be? Így van. Kicsit fáj is. Jó. Fura, hogy nem nézi az egy percet. Na mi van, nagyszerű, gyerek közel? Kezdjük azzal mindenképpen, hogy próbálj meg a civil életedből átemelni egy-két rutinos mozzanatot, például menj rögtön csecsere. Jó, de mi, mint a lovakat simogassam meg, és akkor így próbáljuk megfejni, igen? Jött Riska az anyád. De ne hívj már Riskának. Ja, nem, mert a kinti volt, ami kint volt az előbb, az ő a patiszon. Ez ugyanaz a tejen, ami kint volt, csak behozták, mert hogy ő itt szeret tejet adni bent. Jogodtam az istállóban. Jó, na. Le kell mosni a csecset. Megfogom a mikrofonodat, menj csecset. Hallod, Feri, tele vagy teendő. Ezt nekem kell. Kaptam egy vödröt, meg egy szivacsot, meg benne rongyot, és azonnal menjek csecset mosni. Hát semmi, hello, hogy hello, vagy? Szia, ígyunk valamit. Pár pultnál találkozunk. Igen, gyere velünk, Robi, azért, mert biztos, hogy kell a segítség. Igen. Rugni rúge, azért azt tisztázunk. Ő nem egy rúgos tehén. Aha. És ő ilyenkor már várja, hogy megfejjük egyébként? Tehát ő ilyenkor már nagyon várja. Hányra van időzítve a tehén? Étre. Akkor most pont időben. Aha. Igen, ilyenkor már egy picit ingerültebb, mert már elmúlt. Ilyenkor sokkal nagyobbat rúg, az igazság, hogy ilyenkor vigyázni kell, mert nagyot rúg. Na, szóval, jól megy neked ez a tisztítás egyébként, azt gondolom, hogy hát itt igen, el kellhetne a segítség, de hát ezt egyszerűen a hihetetlen szaktekintély módjára oldod meg. Jól tele van tejjel, mondom én a városi, figyelj, azt se tudom, mit nézzek. De egyébként Robi, de hova fogjuk fejni? Azért ne a szalmába. Ott a bödöm. A bödömbe? Na, aha. Nem jó. Lesz ezzel gond, Balázs. Na most, amikor én láttam, akkor mindig úgy kényelmesen oda telepettek a tehén mellé, hogy leültek valamire, valami ülőalkalmatosságra. Hát itt de, jó, hát utoljára az indul a bakterházban láttál. Nézzétek csak, itt van nektek a kis stoki. Nagyon jó. Leülünk a stokira. Tessék? Csücsenj le. De várj, hát az a baj, annyira jól csinálod, hogy... Az a jó egyébként, hogy ebben a szituációban abszolút tiszta lappal indulsz a tején előtt, Balázs. Számára ő nem, vagy számára te nem egy médiasztár vagy, hanem csak egy újabb töréstechnikai probléma. Amit egy oldal rúgással el kell intézni, hogy ne férjél a csecseihez. Te milyen szemét vagy, Jani, komolyan mondom. Na, le van mosva. Jó, én leültem a tejéhez. Egyébként a tején semmiféle érdeklődés nem mutat. Egyébként. Addig jó, figyelj, addig jó. Oké. Okay. Robi, mondd a mozdulatokat, mondjál mindent, hogy mit kell csinálni, hogy kell csinálni, mennyi tejet kell lefejni. Na. Így van, szépen. Semmi gond. Na. Elhúzod a lábát kicsit. A média jelenlétel, ez egy picit zavarja. Ja, és akkor már ő megáll ilyenkor, látod? Aha. Jaj. Jól van, na, semmi gond. Lesz most forgatás a következő hónapokban, amíg felépülsz? Most abszolút nem egyébként. Mintha úgy csinálod, mintha a sajátokra játszanál. Így van. Még egyszer, várj, úgy csinálom, mintha...
semmit. Mintha sajátod a játszat, konkrétan ez hangzott el. Barátságos instrukció. Nincsen ezzel gond, hiszen csak egy betű a különbség, a csöcsök és a... Várj, a tehén nem akar egy helyben maradni. Tessék? Akkor le kell követned ideges a mozgását. Az ember körülött. Sok az ember körülötte. Aha. Laci, csak szólok, hogy az a akkor most 40-en már menjenek el, és csak 30-an maradjanak. Aha. Milyen mozdulatok? Ó, de kiváló. Könnyen mozdulatokkal. Jó, ide szépen jön. Ja, aha. Istenem. Hát, jó kis tőgy, meleg tej. Ezen nőttem fel 120 centét. Ha rosszul csinálom, akkor egyébként oda rúg? Nem rúg oda? Dehogy is. Jó, megfogom a mikrofonodat. Te milyen készséges vagy. Te tényleg, hajrá, csinálj. Megölelheti az életet. Te milyen. Végre légy férfi. Te milyen készséges vagy. Istenem, régbe értél. Jó, de oké, megfejem, megiszod, jó? Mi? Megiszod, vagy iszol belőle? Ne simán. Fejd meg nyugodtan. Persze. Na, gyerünk. Na, gyerünk. Na, hő, te. Te ne ingered már azt a tehenet. Hogy mondják tehén nyelven azt, hogy jokogeri? Hülye vagy, ha de ha ezt mondogatod, meg fog rúgni. Na, milyen mozdulattal kell megfogni? Na. Igen. Hú, ez egyébként tényleg olyan, mint a sajátomat fognám. Aha. Csak ez sokkal nagyobb. Aha. Hő, hő, hó, bingó. Né, te, ó, ne, ha, mihály. Ja, ah, is elem, jaj. Nagyon. Ez így nem fog menni. Jó, már megfogtam. Na, húzzál rajta. Ah, jó, kicsit. Ja, ne rángassam. Nem, semmi jó, hát ehhez vagyok szokva, tudod. Tehát, én viszonylag magas az inger küszöbben. Aha. Testerem, tartsátok azt a bikát, ami Balázs háta mögött van. Úgy látom, féltékeny. Jó, tehát kicsit így nyomjam. Oda néz! És hát szakadt a gát, ez az. Indul a spritz party. Na, de jön belőle egyébként, jól csinálom, nem? Így van. Szó-szó? Két kézzel? Hát gyerekek, ezen nem újjék. Jaj, ó, de imádok a golyóknál nyúlkálni. Na, most neki olyan nincs. Aha. Jó. Nem kell húzgálni, csak nyomkodjam. Ja, das ist schöne Holstein Fries. Aha. Haferflocken Spritzenpartner. Ja, mint annyira beteg vagy egyébként. Ide kéne térdelned. Gyerekek, yes. Gyerekszeljek. Hát azért ezt nem mondjátok, hogy béna vagyok. Ne, nagyon jól tudsz. Ihetetlen. Ez a rádiótörténeti pillanat. Tényleg jön. És a többiek sorba állnak. Téged akarnak a többiek is. Egyszerűen, hogy habos legyen állítólag. Mi legyen habos? Ja, olyan gyorsan. Na, oda néz. Ja, mű. Na, mű. És ezt akár egy... Mennyi jön le belőle egyébként? 15-15. Már nincs sokát. 2 decimál lett van. Már nincs sokát, csak 14,9. Jó, gyerekek, azért érzitek? Szóval nagyon jó kezed van még mindig. Mosolyog egyébként a tehén? Látszik rajta, hogy én látom az ínyét. Jó. Na, gyerekek. Na, most jó hátra. Odaadjuk a tiédet. Az enyémet nem fejezed össze. Épp belejöttél. Jó, hát gyerekek, de 15 liter nem tudok belőle leszedni. Mennyi idő alatt lehet lefejni egyébként? Tehát így odaül az ember, akkor mennyi idő egy profinak, mennyi idő alatt jön le a 15 liter? 10 perc. Aha. Akkor van még mit gyakorolni. Érdig, ez este itt ültünk volna. Na, János. Istenem, jó tőgy, meleg tej. János pedig a vödörből próbálja meginni. Jó. János, és itt van Mici. Nézd meg az ő tőgyét. Hello, Mici. Jani vagyok. Mici egy kecske. Van a kecske is arra vár. Igen, és szintén arra vár, hogy megfejjük. Hogy akar-e még valaki fejni? Simán úgy lefejem, mint a pin. Na, akkor hozz egy vödröt. De akkor most már kíváncsi vagyok egyébként. Jól van, nyugi. Semmi gond nincsen. Látom, na. Milyen vérprofi, ő előbb ismerkedik. Ja, igen, mert tele van a gatyó. Jó, oké. Segítekünk valaki? Mert akkor megfejjük. Ha már itt van a Jani, akkor Jani is kipróbálja a kecskét. Vicceltek? Tessék? Én nem ittam egy kecsketejet egyébként. Tehát én így frissen fejt kecsketejet, én még egyébként soha nem ittam. Lehet, hogy forralnunk kéne, mert hogy azért mégiscsak tápon nevelte kettőt. Na, gyere, akkor fejd meg. Kaphatunk egy vödröt, vagy valamit? Jó, van vödör, köszönjük szépen. Nézd meg oda át Jani mellé, hát már kialakult egy romantikus kapcsolat. Igazából az a fura, hogy oda tartotta a fenekét. Tehát ebben van egy ilyen kettősség igazából. Tessék, János, a vödör. Családom van, de nyitott kapcsolatban élünk. Neki is van családja, ne riasszon el. Jó, le kell fogni a kecskét? Vagy ő őszintén hagyja magát? Nem, miért kéne? Aha, tehát, hogy ezeket szeretik az állatok, ugye? Persze. Hogy ez nekik ilyenkor duzzadt magad, tehát az így a jó. Van, nekik megkönnyörbül is fog jelenteni ez, hogy
uh-huh. nem fog feszülni meg. És ez ennyire pontos, hogy a tején tudja, hogy reggel 7 az reggel 7? Tehát nagyon tudja. Aha. Most ott egy kimaradás van, vagy elmarad, akkor... Hát gondolom feszíti, nem? Utána is begyullad neki a tőgye neki, aha. és akkor... Gyerekek, kezelni kell. Itt nincs, hogy akkor 9-ig aludtam picit, és unogon utána. Tehát így hétvége, ünnep, szilveszter, semmi. Ad fejni kell. Azt fejni kell. Aha. Na, János. Hát akkor csak az ízkedvéért, hát nézzük meg akkor. Figyeljetek, ő nagyon szeretné, látszik a metakommunikációján, hogy konkrétan a legtávolabbi sarokba ment el. Megmostad a tőgyét? Aha. János odalépett a kecskéhez ebben a pillanatban. A kecske egyébként ki van kötve itt az istálló szélén. János nagyon akkurátus mozdulatokkal először kezet most. János, nem műteni fogsz, hát én értem, hogy bemosakszol, de hogy nem műtét lesz. És nézd meg, milyen szép. Jújjúj, elindult. A kecske elindult. Igen, a bali keze ezek szerint jobb, mert neked a tehén nem ugrott így meg. Nem, a tehén nyugton volt. A kecske úgy látszik, hogy ennek annyira nem örül. Mondjuk nyilván sokan is vagyunk körülötte. Mondjad? Ingerültem. Oda néz! Oda néz! Jön, jön is! Ne húzd, Jani, masszíroz! Jani, úgy kell, hogy ha nem haragszom, mert megtanultam. Doktor úr, mondja! Hogy ne húzd lefele, csak egy picit nyomjál rajta, és csak egy picit húzd meg. És abban a pillanatban jönni fog a tejből. Azonban, hogy feltorultak az emlékek, hirtelen eszembe jutott egy régi szexárdi barátnő. Na, János, oda térdelt a kecskéhez. Na. És csak megnyomom? Mutasd? Aha, oda tartok egy mikrofon. Oda néz. Jó? Jó, hát a profiknak azért nagyon durván öblik a tej a keze közül. Jó, ide ügyes. Megjött a Janinak játszol. Is. Márhogy a tejfej is. János, azért ezekben a mozdulatokban van rutin. Szóval egy-két. Figyelj, egyébként nagyon kemény. Mármint az, hogy rengeteg tej van benne. Jó, ügyes vagy. Egyébként tényleg ügyes csinál, vagy. Csak. Mutasd még. És ezt akár így lehet inni is, ugye? Mm-hmm. Nem? Föl kell forralni? Ha nem lennénk, ennyien befeküdnék alá. Szűrni forralni. Szűrni forralni. Jó az allergiára a kecsketej, azt mondják egyébként. Hogy parlagfűvet eszik a kecske, így van, és akkor utána a kecsketejet iszik az ember, akkor az jó. János, mit, milyen? Mit hát figyeljetek, mire végeznék, valószínűleg olyan alkalom lenne, mint Popeynek. Igen, de Micinek az arca határozott érdeklődést mutat. Ő ezt kedveli, csináld még. Igen. Ez neki tetszik. Kicsit fáj, hogy több tej jött le belőle neked egy perc alatt, mint nekem 6 perc alatt abból, amit fejtem. Mici, hogyha ráérsz, írt fel, légy szíves, a vonalas számom 290. Na jól van. Oké. Jövünk mindjárt vissza, ugye, és természetesen a játékainkat is megtartjuk. János, ebben a pillanatban mennyit szedtél le, János? Fél liter? Egy mi liter, csoda? Mennyi jött le? Egy fél liter tejet le. Szerelmünk gyümölcse. Igen. Játékra is lehet jelentkezni, természetesen 0-36-645-00-00 az SMS számunk, és... Óven bácsi, mit szoktunk ilyenkor? Igen, jól érzed, Óven bácsi és Beru néni következik majd a hírek után, meg a reggeli. Így van, Feri elkezdi gyártani a reggelit. A következő program csak mondjuk a birkanyírás egyébként, tehát ez a következő versenyszám. 9 óra utára pedig hát valami olyat tartogatunk, amit még egyelőre nem tudjuk, hogy tartogatunk-e, vagy hogy ki fogja csinálni. Elvileg meg lehet, de nem mondunk erről többet. 9 után komoly terveink vannak, úgyhogy annak jön a hírekkel, aztán jövünk vissza mindjárt mi is a játékkal. Ez itt a Morning Show. 3:48 lesz, pontosan 3 perc múlva szép reggelt kívánunk mindenkinek. Zajlanak az események, ugye itt vagyunk a Lénárt farmon, Feri már készíti a reggelit. Ez most még a te adagod, vagy... Ez az enyém. Ez még a vega adag. Jó, mindjárt oda megyünk a Ferihez. Ne kapkodjatok rá, értek, az enyém legyen meg. Ez a lényeg. Szóval, túl vagyunk már ugye a tehénfejésem. Igazából, hát túl sok nem jött le belőle. Jani kecskefej is egy picit hatásosabb volt. Azt most mit csinál? Fölfőzik azt a tejet? Azt megkóstoljuk utána? Nem, az a baj, hogy beleesett egy-két oda nem való kis törek, meg szalma, meg ez az amaz, úgyhogy ez ki lett öntve. Viszont friss tehéntejet azt valószínűleg kapni fogunk, sőt, az abból készült sajtot is megkóstolhatjuk majd. Na, Feri pedig közben nagy erőkkel reggelit csinál. Hogy állunk? Kész a tiéd. Köszönöm szépen. Egészség. Kész a tápos rántotta? Kész van. Ez garantálisítés. Istenem. Helyi tojás, helyi paradicsom. Úgy állt, hogy ezt a tojást én szedtem ki a tikok alól. Ja, úgyhogy úgy mondani is akartam, hogy mennyivel magabiztosabb a hangod, mint reggel. Most, hogy belakatod a helyet. kezdem otthon érezni magam. Na, 8 óra után ugye valamelyik, nem tudom, mit kell csinálni, egy kis tenet meg kell jelölni, vagy mit kell csinálni? Berakunk a fülébe egy kis lapkát. Egy fülszámot. 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 Fülszám. Aha. Tehát 8 óra után ez lesz, illetve birkát írunk. De most a birkanyírás senki ne úgy képzelje el, hogy annyit vágunk le a birkából, hogy megfagy konkrétan, mert hogy jön a tél. De azért megnézzük, mert hogy állítólag egyébként olimpiai sportágot akarnak csinálni a birkanyírásból.
Egy dolgot ne felejtsünk el egyébként, hogy a birkának van azután is hasznosítása, ami után már nincs rajta a bundája. Igen. Ezt úgy hívják, hogy birkapörkölt. És ráadásul Turkeve erről igencsak nevezetes. Itt nagyon jól készítik a dolgot. De vissza egy mondat csak a rántotta. Ő ügyében, hogy minden helyi alapanyag. Minden helyi alapanyag, minden itt termet, minden friss. Jó étvágyat kívánunk hozzá. És akkor jön az emberi lépték, ami szalonnás kolbászos. Kicsit pörkölj alá. Jó? Nem gyenge színe van egyébként. Ebben viszont nincsen se kurkuma, semmi. Ez a tojás. Ez gyönyörű. Igen. Ez gyönyörű sárga. Tojásnak a színe. Szóval a birkanyírás, ezt kéne kipróbáljuk a következő órában. Birkanyírás így van. Amellett... Már elküldtünk egy bricskát hajaslatért. Amellett nem megyünk el, hogy a Jani berőfentse valamelyik nagy gépet jogsi nélkül, és forduljon egyet a búzában valahol, úgyhogy ezeket is kipróbáljuk. És hát 9 óra után vannak terveink még a tehénnel, de hát egyelőre oknyomozunk, hogy szárba lehet-e szökkenteni, nem tudjuk. Van, láttuk egyszer valamit valahol, ugye, egyfajta vizsgálatot. És ezt szeretném mi most itt meg kipróbálni. Már várjuk a faxot vissza Brüsszelből, hogy lehet hozzányúlhatni. Engedi-e az Unió? Hogy azt kicsinálja, azt meg kisorsoljuk? Vagy erről beszélünk, ha odaérünk, jó? Igen, én a sorsolás mellett boksolok. Hát ez legyen, nem vállalnád? Ledöntsük el egyértelmű, hogy legyen sorsolás, nem? Egy egységes 33,333%-a mindenkinek legyen. Igen, kicsit ezt mindenki kihagyná, de kisorsoljuk majd, hogy 9 óra után mit csinálunk a tehénnel. Semmi jött egyébként, amit nem szoktak csinálni, semmi jött, amit ő nem szeret. Csak hát, ugye tulajdonképpen ez valóban a vidéki élet és annak minden megtanulásáról szól, ha lehet így mondani. Tehát ez is hozzátartozik a gazdálkodáshoz, ezt is néha meg kell csinálni, amit mi tervezünk a tehénnel, valamelyikünk szerencsés lesz. Mondjuk egy logikai szára felfűzve lenne egy logikus javaslatom, hiszen ti már azért érintkeztetek a bizonyos tekintetben egymással, az előjáték megvolt, hiszen már a csecsét fogdostad. Én azt gondolom, hogy akkor szökkenjen már szárva ez a kapcsolat, jussatok már együtt a csúcsra. Úgy érzed, hogy ez be kellene teljesíteni ezt a kapcsolat. Nagyon finom, ilyen tehén tőgy szagú a kezem egyébként. Tehát az az érdekes, hogy olyan illatokat érzek, meg olyan szagok, illatok jönnek, amit ami én például nem is ismertem. Tehát a tehén tőgyére... Istenem, tényleg. Perverzálod. De bimbó. Igen. De érzed? Én igazi tehén tőgy szag. És milyen volt a fogása? A fogása olyan, mint ha egy... pontot. Igen, hogy jön ez ide? Nem, hát olyan, mint egy ilyen kis pici kukit fognál tulajdonképpen. Most mi van? Hát de tényleg olyan volt, hát ahhoz hasonlít a legjobban. Kicsit puha, kicsit vastag, kicsit meséről vaskos. Meséről lesz számomra ismeretlen ez az érzés. Igen, pici kukit te nem fog. Viszont az, hogy nyomásra spriccel belőle a tejgyerekek, az egyébként fantasztikus. És közben látod a tehénen, hogy hát most nem azt mondom, hogy mosolyog, de hogy ő ettől megkönnyebbül. Tehát ezek az állatok ugye nyilván ezt élvezik, mert nekik ez ott feszíti, meg fáj, tehát ez egy jó dolog, te segítesz a tehénen ezáltal. Na, jó, most egyébként már, érdekes. Most már kifejezetten megkérem Lacit, hogy mindenképpen egy elég terjedelmes felvezető szöveget rakjunk majd a best of-ok elé, vagy mögé, vagy mellé, hogy, mert ha valaki esetleg a best of alapján majd belehallgat a műsorba, akkor azt fogja gondolni, hogy mi teljesen más dolgokról beszéltünk. Pedig itt az állattartás rejtelmeibe vezetjük be a kedves hallgatókat. Abszolút, gyerekek, mindenre nyitottak vagyunk, mindent ki akarunk próbálni, de mindent meg is csinálunk, amit mondanak nekünk, nem? Nyitottan, alázattal állunk a vidéki élethez. Amit mondanak itt a jó gazdák, nekünk megcsináljuk. 9 óra után is megjavasoltak valamit, ha meg lehet csinálni, megcsináljuk. Legyen, csak kisorsoljuk, ki lesz az. Legyen flóra, legyen fauna, a mi szívünk nyitva áll. Na, azt mondja, hogy kapunk SMS-eket közben közlekedési hírekkel. M1-43-as kőnél minden személyautót kiterelnek a benzinkút parkolójában. NAV és rendőrség, Győri irány, ezt Róka küldte nekünk, valamint az M6-oson fotóznak a 114-es kilométernél. Köszönjük szépen! A régi M0-áson az imént állította fel a rendőrség a baleset résztvevőit. Állította félre, így van, megindult két sávon a forgalom, tehát ott már jól lehet haladni. És Pillangó utca és az Őrs között két karambolos kocsi a belső sávon az Őrs irányába, ez is okoz némi dugót. 0636450000, ez pedig az SMS számunk, mi pedig játszunk már is valakivel, Óven bácsira és Beru nénire, nyitunk rá már is. Óven bácsi és Beru néni, avagy a Tatuin hangjai. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. Mert ha jó a füled, kitalálhatod, mind dúdolnak reggelenként a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a párafarm csalogányai. Azt hello, láttátok? Sziasztok. Hello, jó reggel, ciao. Itt vagyok, sziasztok, jó újság. Pityu, hello. Pityu, jó reggel, hol vagy, Pityu? Éppen Sopronban dolgozok. Sopronban dolgozom. Azt hittem, itt állok a stúdió előtt, mert meglepődtem kicsit, volna. Kicsit olyan volt a hangod, igen. Pityugám, neked ma van a szülinapod, tényleg? Isten éltesen sokáig. Isten éltesen, boldog szülinap. Hányadikat ünnepled? 25. 25 még csak? Atya még Isten. Csak. És lesz valami nagy buli este, elhajlás, vagy valami? Hát, majd hétvégén. Hétvégén.
Jól van, na csak mondani akartam, hogy itt egyébként van egy, egy 12 mázsás bika is, azt láttátok? Bizony, 12-13, 13 mázsa. Így áll most, és hát ő a karám ura. Igen. Ő a karám ura. Majd vele neked kéne barátkozni kicsit. Igen, megkerged, biztos. Most készülünk hozzá bemenni egyébként. Nem láttam sajnos, mert nem volt elég fény, eltakarta a napot az állat. Igen, cuda nagy darab állatok voltak. Na jó van. Pityukám, mutatjuk akkor először azt, hogy mit csinál Óven bácsi és Beru néni. Jó, figyelj, ezt fogod hallani. Berőfejtették a kombányt. Ez nem? Ez ami olyan hang, nem? Nem, Beru néninek forralja szerintem a kamillás. A kamillás beütés. Aláöblítő. Kamillás beütés kap Beru néni. Na, egy rövid részletet hallasz abból, hogy mit énekelnek. Figyelj! Na, na! Na, na! Na! Az, az lesz? Az. Az az? De az ám. Michel Teló. Nézd meg, hogy tudja, de szépen énekelted. Nyomjad még? Nyomjátok még. Nagyon jó. Király vagy. Köszönöm szépen. Igen. Óriás tapsikom, és örjöngés, és tehénbőgés. Azt akartam még keresni, de az nem volt most pont. Igen. Hagyjátok a tehénbőgés, volt, most már az előbb volt egy. Szeretnéd? Na figyelj, persze. Ezt megkapod akkor. Mindenünk van. Ez most szintetikus volt egyébként. Tessék? Kakas nincsen. Minden van, de hogy igazából én most azért nem nyomom effektről, mert hogy ezeket hallani élőben is, itt van mellettünk pont a kis karám, és itt vannak kakasok, úgyhogy ha úgy döntik, akkor ezt tudod hallani élőben is. Küldjük az ajándékcsomagot, okay. És boldog szülinapod okay, neked. Köszi szépen, sziasztok! Ciao, szia. Köszi. Balázs. Hozzátennénk egyébként, bocsánat, hogy igen? A Pattison azóta, amióta lekezelte Balázs a tőgyét, azóta réveteg kifejezéssel az arcán áldogál a karámban. És várja holnap reggelt, hogy hát akkor is Balázs lesz. Illetve néha ide néz és kacsint egyet. Én pedig visszakacsintok rá. Gyönyörű szempillái vannak, láttad? Igen. Balázs, a Jani forduljon egyet a búzában? Júliusban learadtuk. Van még mit tanulni. Puszi, jók vagytok, hajjá. Jó. Azért, mert learadtuk. Hát azért, attól még lehet attól még fordulni. Azért fordulhatsz egyet, nem? Én nem értem, hogy miért kell ezeken fennakadni. Komolyan én, mondom. De Léci, most már tényleg az ilyen témákat ne keverjük ide. Semmi közöm a búzákhoz. Na, mit csinálunk 8 óra után? Ugye két fontos dolog van. Egyrészt, ha már olimpiai sportág lesz a birkanyírás, mi ezt kipróbáljuk. Időre fogunk birkát nyírni. Az se egy egyszerű művelet. Egyébként majd lemérjük, hogy ki mennyi bundától. Milyen van a birkának? Az bunda. Jó lesz. Az lesz belőle. Háncsa. Ki mennyi háncsától szabadította meg a birkát. És ezt lemérjük. Összemérjük a tudásunkat birkanyírásban. Valamit van itt egy kis tehén, ugye? Egy kis borjú, és annak a fülébe kell berakni valamit. Egy számot. Igen. Egy számot. Egy számot kell beleütni. De hogy ezt ők általában belerakják, nem? Ez a helyzet, jól mondom? Hogy ezt belerakják? A számot? Igen. Pisti, te hol vagy? Merem. Annyira hülyék vagyunk, hogy... De tök hülyeségeket kérdezek, de legalább őszintén merek kérdezni. Tehát bennem van egy, én ezt felvállalom. Fogalmam is, mit raknak egy borjú fülébe. Én is próbáltam kint szakmai alapon beszélgetni egy-két helyi illetőségűvel, és nem értették, hogy mit kérdezek. De elnézőek voltak velem szemben. Körültem. Úgy van, Jani. Jó van, buta kisgyerek, majd meg okosod. Hát amikor ránéztem a 600 kilós malac, és mondtam, hogy nézd malac, csapkodták a térdiket. Igen, ez nem malac, te. Jézusom. Malac. Na, mit rakunk a borjúnak a fülébe? Mi ez a szám, István? A borjú fülében egy fülszámot fogunk rakni. Egy fülszámot? Igen, amikor megszületik, utána kap egy marhalevet, úgy hívják, hogy marhalevél, amelyen fel van, mikor született, milyen tenyészetben született. Ki a apu, anyu, kicsoda? Ki a anyja, ki az apja. Aha. Ez rajta van mindenféle adat, és ez a marhalevél magyarán mondva végig is éri ezt a átot, ameddig a rostélyosig. Így van, élt a folyamán. És akkor teszem, hogy ez vágásra kerül, vagy továbbtartásra, akkor ezt nyomon tudják követni, hogy ebben a tenyészetben született, ide került, vagy vágóidra került, vagy továbbtartásra került. Aha. És ezt a fülszámot 20 napos koráig a fülébe kell helyezni egy fogóval. Az hogy működik, hogy valami ki lefogja a tehenet, van, és a másik pedig fogja, puff, van, bele. Így van. Ez most úgy fog működni, hogy kettő ember közületek lefogja, és egy meg majd megfogja a fülszámot. De ezt miért nem mély altatásban csinálják? Ez úgy van kigépezve a fülszám, hogy
vannak egy apa, meg egy anya része, aha, és akkor a fülcsú megnyomod, és akkor anya, hogy... Ja, és csak egy rász. Az egész aha, semmi. Egy. Azért ez megvan, ahogy Jani nagyon kapaszkodik majd a hát. Ez én próbálom nem, nem, a fejébe fogni. Feri lefogja, én eltakarom a szememet, te pedig berakod. Legkább bírkózzuk, vagy állva? Oda bízom, oda bízom. Ahogy jöttek szépatikus, így van, ahogy meg tudjátok fogni. Jó. Én nem tudom egyébként, de Feri most már reggel óta, hogy birkózni akar mindenki. De van valami kura persze. Erősre ittam magam este. Ilyen, hogy meglát egy állatot, azonnal bemennek ki lábra. Küzdjön meg! Négy próbára! Az 500 kilós disznót akarna felborítani. Na, szóval ezekkel a pillanatokkal jövünk vissza. Birkát nyírunk és fülberakunk számot. Ugye? 9 óra után pedig... most mi van most? Ez is rosszul mondom. Fülberakunk számot. Ugye, mekkora szaki vagyok? És 8:30 után János megtanítjuk vezetni, fordulunk egyet a búzában, a legnagyobbakkal, mert hogy ami drága vendéglátóink voltak olyan kedvesek, ugye kicsi Bobcat-től kezdve a legnagyobb, nem kombány, vagy mi ezek? Kombány, így van, van kint egy kombány, egy klassz kombány, és van kint egy IH Magnum, ez egy... Ó, régi álló. Én mondjuk a 9 mm-es jobban szeretem. Lóerős traktor, nehéz gép. 280 lóerő. Gyerekek, oda pörkölünk. 5 perc, a pontosan 8 óra 0 3645 00 ez az SMS számunk, a negyen a hírekkel, aztán jövünk vissza mi is. 8 óra múlt, pontosan 10 perccel szép reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk Túrkevén, pontosabban Túrkevétől, 4 kilométerre a Lénárt farmon, és hát már sok minden történt, ugye kora reggel. Igazából Feri csinálja a rántottát házi alapanyagból, a tojásokat kiszabadítottuk a tyúkok alól, Feri megcsinálta Jani rántottáját, közben házi sajtokat kóstolgatunk, a tehén már le lett ápolva, tehát a tehén az azóta csak mosolyog szépen. Igazából, és közben néha rám kacsint egyet, hogy menjek újra. Jani kecskét fejt, tehenet fejtünk, úgyhogy szépen, szépen azt gondolom azért, hogy követ teljesítjük fejtünk. A igen, követ fejtünk, igen, a ránk bizott feladatokat, és egyébként azt el kell mondanom, hogy aki fogyókúrázni akar, az a Lénárt farmot kerülje el messzire, mert valami hihetetlen mennyiségű ételt kapunk, finomabb dolgokat, házi sajtot, házi süteményt, a Feri által készített rántottáról tényleg nem is beszélve, ami szintén csodálatos volt, nagyon-nagyon kedvesek a helyi emberek. Top 3. Köszönöm szépen. Életed legjobb 3 rántottája között. Kicsit simán benne van. Volt a tojásnak, tényleg. Tehát, hogy mennyire sárga alapanyag, volt. Ennyi a titok. Mindjárt kész van a tiéd is. Ott a kicsit oda tetted azért kis kolbász kis szalon, ha nem vicceltél. Jó, nem ilyen tápos tojásrántotta lesz. Na, igen, egyébként tényleg, hát itt ugye, ha már így a magyar ételekről egy kicsit beszélünk, akkor azért ezek ugye mind adalékanyagmentesek, meg házi, háztáji jellegű kaják, szóval azért igazából hát ezek a jók. Ezt kéne mindenkinek, nem? Mondanám, hogy gyertek ide, de hát most Győrből. Picit lejönni minden nap kajálni, azért ez egy kicsit messze van, igen. Van a közlekedési híreink is. Azt mondja, hogy M6-os 114-es kilométernél még mindig fotóznak, mindenki menjen lassan. A nulláson az M5 felé megszűnt a dugó, levontatták az autókat, úgyhogy jól lehet haladni. M1-es 43-as körnél minden személyautót kiterelnek a benzinkút parkolójába, és ellenőrzés van, úgyhogy ott is figyeljen mindenki, valamint az M7-es 111-es kilométerénél szintén trafipax. M0-áson az M1 felé Annahegy törrendőri kísérettel oszlopot szállítanak, torlódik mögöttük a forgalom, ez pedig Massa írta, valamint az M3-as bevezetőjén a sáv lezárt felül járó csiszolják, méghozzá követ szép vastag fehér kőpor lepi az autókat, kifizeti a mosást, Riseli ő kérdezi. Bali, látom, két számmal nagyobb gumicsizma van rajtad, ezek szerint gondoltál a kecskére is, hisz így a két hátsó lába belefér majd a csizmába. Így tudni nem menekül. Igen, online közvetítésünk is van, ugye? A classfm.hu-n, a Morning Show-n és a Facebook oldalunkon is, bárhova, bármikor kattintod, akkor online lehet követni az itt zajló eseményeket. Ebben a fél órában ugye két fontos dolog van. Egyrészt ugye, ha már olimpiai sportágat akarnak csinálni, a birkanyírásból kipróbáljuk, de csak néhány szőrszáltól szabadítjuk meg szegény birkát. Valamint a kisebb tehénnek borjú. Így jó fogalmazol. Nagyon, egyre jobb vagy. Kisebb tehén. Mert van a nagyobb, meg a kisebb. Nem, az csak távolabb van, Bali. Annak be kell tenni valamit a fülébe. Gyere, János! Ez a küldetés. Ezt kell végrehajtani. És nézd meg, Patison, hogy vár téged, Bali. De nézd meg, látod? Hát ő megjegyezte, hogy én fejtem meg. És csorog a nyála közben. Csorog a nyála, mi már összehaverkodtunk, és még mindig egyébként tőgyszagú a kezem. Na! Melyik a birkanyírással akarsz kezdeni, vagy fülezéssel? Kezdjünk a birkanyírással. Kezdjünk a birkanyírással. Ilyenkor egyébként így a tél előtt birkát nyílni, ez... Ez nem korrekt. Nem illik nagyon. Aha.
tavasszal kell. Viszont azt mondjuk el azért még egyszer, hogy nem fognak ők megfázni, mert hogy mi lesz velük? Nyúzás és főzés. Ez nem hangzott túl jól. Igen, hát nyilván ez a sorsa, ugye a legtöbb haszonállatnak, csak azért ez így nem hangzott túl jól. Tehát nem lesz idejük megfagyni, ezt akarod mondani. Aha. Jó, na. Oké, tanulj meg akkor birkát nyírni. János már barátkozol az ólóval, nem? Menj már a sliccentől. Jó, menjünk be szerintem, legyünk annyira bátrak, hogy bemegyünk a karámba, nem? Hagyományos eszközt kaptunk egyébként a kezünkbe, tehát hogy ez egy marokerővel működő birkanyíró eszköz. Igen. Előttünk pedig egy ilyen, hát aki nem látná, egy 6x6 méteres kis karám, itt van benne egy kecske, ő már Janival egyébként közelebbi kapcsolatba került, János nagyon határozott mozdulatokkal megfejte a kecskét. Nézd, csapta a farkát. Sziasztok, igen. Én Jani vagyok, ő itt a haveron Feri, őt meg úgyis ismeritek a tévében. Ha aki megrugadna, nagyon mérges leszek. Na, birkanyírás gyerekek, ki próbálja ki, ki kezdi, csak mondom, hogy még a tehénnek a fülébe számot kell rakni, úgyhogy itt nincs időm. Ki kell választani első, ki rakja le az alapköve. Igen. Jó, melyikkel kezdjük? Én azt gondolom, hogy legyen mondjuk a középső. Legyen olyan szép a bőre. Így van, legyen a legyen. Azon nincs mit lenyírni. Legyen ő szó szerint tiszta élő gyapjú. Aha. Három birka van egyébként benne ebben a kis karámban. Semmi gond. Le kellene fognunk? Tehát ez úgy működik, hogy igen, először meg kell fogni. Aha. Igen. Hogy kell megfogni? Aha. Benyúlni. Hátsó lábba benyúl, igen. Aha. Hátsó lábba, figyelsz, Jani? Azt a mekkora csomag. Ebben a pillanatban már a hátán fekszik a birka. Igen. Nem túl barátságos, ahogy ez kinéz. Ebben adom. Jártas. Aha. Nem, hogy nem, gyönyörűen csinálod. Jó. Aha. Igen. Na most, ha ő fölrug, azért te most fölött állsz a birkának, ha ő fölrug, akkor véged van. Aha. De most te mit csinálsz ez a birkával? Hát, birkoztok? Vagy? Ja, fölülteted a birkát. Nem, egy családi képet szerintem. És akkor ülve kell a birkát nyírni? Ezt nem is tudtam. Aha. Azt hittem fekteti. És aztán az olló hegyével, a fejétől aha. meg kell kezdeni. Csak hát, nyugalom. Csak aha. egy kicsit. Most még nem torokra megy, nyugi. Nem, igen, nehéz. Aha. Igen. Aha. Na most ebben a pillanatban már látjuk, hogy nyire... Figyelsz, Jani? Igen. Uh-huh. És közben a másik kettő pedig vadul kering körülöttünk. Csinálnak apával. Most már géppel nyírják. Igen, én is azt láttam, hogy egy ilyen szakálvágószerű szerkezettel mennek neki, és azzal nyírják le igazából. Na, Feri, na. Adjál, megfogom én neked ezt a birkát. Én megfogom, csinálod? Én elfogom, te meg vágsz, jó? Na. Na. Akkor elengedjük még egyszer. Nyerünk, Feri. De mi? Kezdjük előről. Kezdjük várjál, most elengedtétek a birkát, most újra fogjuk meg előről? Aha. Kezdjük az alapoktól. Úgy emlékszem, Feri, hogy le kell menned négy kézzel. Mi van, ha nem jön? Húzd magad felé. Segítsek, Feri. Hátsó láb. Hátsó láb. Jó. Úgy van. Feri megfogta a birkát. Most tolj rá egy ási baráj. Egy lábcsöpréssel levette a birkát a lábáról, és bevette a lába közé. Ez az. Feri, egyébként jó vagy. Közben elszabadult a 400 kilós kandisznó. Igen. Nagyon jó. Ez Ferinek nagyon Ferenc megy. Ferenc szakszerű mozdulatokkal elkezdte vágni a birkát, és a birka tűri. Ezt szereti a birka egyébként? Birka. Me birka. Birka. Me hülye. Me ez piram, nagyon piram. Nagy volt. Jó. Betyáros. Betyáros vagy. Hagyj egyet ezt. János. Csap bele. Hey, a rohadt életbe csipet. Te vagy a következő, János. Na, birkát megfogni. Fogom. Mikrofont letenni. Fogom. Az ollót odaadom. Jani hátulról közelít a birkához. Melyikre mész, Jani? Gyere a kicsi. A nagyra? Miért nem mész rá a nagyra? Nem megyek rá a nagyra, mert ő az én méretem. Te miért nem birkoztál Karelinnel? Jó, hát, Jani megfogja ebben a pillanatban a birkát, és... Figyelted, ő nem vacakolt, rögtön leültette. Nem, adott neki egy puszit, leültette a birkát. A birka, ő gyere, Laci, innen nagyon jó fotókat tud csinálni. És... Ezt élvezett, kedves birka. És vágja. Na most csak mondom egyébként, hogy ilyen 3-4 darab ilyen kis szörpamacsot vágunk le róla, tehát ettől még azért nagyon megfagyni nem fog. Nem kell levágni. Nem kell levágni. Csak érzékeltetjük egyfajta kipróbálás jelleggel. Na, kiváló. Ez olimpiai sportág lesz egyébként, ezt akarják. Hát indulni azért még nem indulhatunk. Nem, én úgy nem. látom, hogy picit lassúak vagyunk. Egy búcsúcsókot adott neki a deszél. Kiváló. Miért csokkolozol a birkával? Mert szereti. A bizalmam jelél. Hogyha ez egy kicsit tovább lesz gondolva ez a történet részéről, akkor elmegyünk egy wellness hétvégére is valahogy. Csak adjanak vouchert. Jó, rámegyek a nagyra. Jó? Na, csináld rámegyek meg a nagyra. Megfogod. Parancsolj. Gyere. Elérkezett a pillanat. Milyen szőre van. Ez az. Ezt miért csináljátok? Még egy kért. Csak igen? Mondom, hogy ott van melletted az apuka. Csinálj. Hátsó lábát fog meg. Hátsó lábát. Ami nem elől van, tudod? Igen.
Nem tudod fölborítani, mert a kerítéshez nyomott téged. Gyertek ki. Hol a kicsi? Hol a kicsi? Rámegyek a kicsire. Várjál, a nagyot nem bírom. Rámegyek a kicsire. Na. Jó? Az a baj, hogy nagyon empatikus vagy a birkával, látod? Tehát besz, gyere kicsim! Hop, hop. Ez a... Na, jó van, más szerintem rá kell csörögni a Komáromi Tibire. Kiváló! Erre nem bántalak. Ilyenkor, látod, ülve már nem is mozog, tehát hogy teljesen, ezt szereti, kéri. Sajtos túl sok szőr, vagy bőr, vagy mi ez? Ez egy ilyen gyártási hiba a birkáknál. Na jó van. Ügyes voltál, és jaj, te is Bali. Jaj, de kis helyes vagy. Na. Olimpiai sportág lesz, csak mondom, legalábbis ez a terv. Jó. Első átmentünk-e a vizsgán, megvan? Igen, köszönjük átmentünk szépen. Átmentünk a vizsgán. Jó, jó. Most köszönjük számot kell rakni birkák. A tehén fülébe. Ugye ez a következő? Borjú, bocsánat. Melyik volt? Jó, hát előbb-utóbb tehén lesz. Most még borjú, de aztán tehén lesz. Igen. Jó, nézzétek el nekünk ezeket a kis apró városi tévedéseket, amiket... Jó, arrébb tereljük a birkákat, átmegyünk a másik karámba. Ez körülbelül egy ugyanakkora karám, 4x4 méteres. Egyébként az az érdekes, hogy mi alapvetően a gyakorlat felől közelítjük meg ezeket a problémákat. Nem, nekünk Jani, majd később kell, ez is igaz, nekünk később kell majd a lexikális tudást meg az elméletet ehhez pótolni. De már tudod, hogy nem tudod, hogy mit csinálsz, de csinálod. Figyelj, én most ebben a 4 órában azt csinálom, amit mondanak. Nem állok a tehén mögé. Igen, azért, ezt tudod. Azért annyira jó. Ez lát tolna egy úsirogeri. Ja, azt oda fogjuk tolni. Na, menjél Jani előrébb egy semmi kicsit. Gond. Kérem, igen. Kérem, fáradjon arrébb. Jó, ebben a pillanatban a karámban próbáljuk a nagyobb tehenet arrébb nyomni egy kicsit, de hogy odaférjünk a kicsihez, akinek aha, számot kell rakni a fülébe. Gyere. Mit na, kell hajrá csinálni a kicsivel? Hát először fogjuk meg. Fogjuk meg. Aha. Na várjál, jövök, hát ide ember kell. Ember. Ugye? Ember kell. Ez ide nagyon megy? Az ő az hány, megy kilós? Hány kilós? Hát olyan 150-200 között. Ez a kicsi? 150. A tesúly csoportot, Feri, csak mondom. Együtt én csak azt gondolom, hogy ti vagytok egy csoportot. Toljátok, addig én elterelem az anyja figyelmét, majd bábozok neki. Én megfogom. Egyedül nem fog menni. Ne, az a ketten segítek, megfogjuk. Feri, segítek. Megfogjuk ketten. Igen, és ki fog fülezni? Hát majd vagy te, vagy hármat. Tehát én fogom. Te fülezel, vagy Jani fülezel? Jani fülezik, én inkább megfogom. Én fülelek. Jó, megfogom. Megfogod a mikrofonomat? Persze, hogy nem fognám meg. Hol fogjuk meg? Na. Hol a szám? Jó, van, nem fogom. Kik a kilt ide? Na, jó van. Balázs pedig ebben a pillanatban elkapja a nyakát a kicsinek. Igen. Belehomorít. Én már erre most adok egy vázarit. Ja, én csináljam? Pont én? Na várjatok már. Kettő lesz. Igen. Aha, hát gyakorlatilag itt van a kezünkben egy ilyen kis eszköz, amiben van kettő, azaz kettő darab kis műanyag lapka, ami tartalmazza ugye a kis jószágnak ugye az összes adatát, gyakorlatilag egyfajta anyakönyvről van szó, vagy személyigazolványról. Ja, igen. Na, és ebben a pillanatban 3, 2, 1. Na, jól van. Nem... vagyunk útban ehhez a művelethez. Ez egy picit úgy érzem, hogy mi vagyunk az, akik hátráltatjuk ezt a műveletet leginkább. Jó? Addig elengedem. Na, jó. Jó. Hát egyelőre ezt még 4-en se tudtuk megoldani, tehát igen, hogy ez nem megy annyira könnyen. Semmi gond nincsen. Semmi gond nincsen, maradj csak itt. Na, jól van. Igen. Igen. Most ebbe? Igen. Nézz a szemembe, mi ilyen. Jó, Feri megpróbálja benyomni a számot. Igen. Na. Aha. Jó? Igen. Oké, 3, 2, 1. És beletolta a fülszámot. Aha. Aha. Nagyon csinos egyébként. Simán igen, el tudnám képzelni, hogy ez egy ilyen... Bocs! Már rögtön meg is akartak köszönni. Igen, Jani finoman megmagyarozta a borjuk. Hát, hogy vele semmi baj nem lesz. Jó. Jó. Miért kell rá ki egy elég, nem? Vagy most kettő? Másikban is már könnyek. Aha. És az egyik füle elesik. Ha elveszíti az egyik fülét, akkor ne tudjuk, hogy mi volt a szám. Tehát a másikba is beletesszük. Na, megfogom addig a mikrofonodat, amíg belenyomod. Nem, de én nem nyomom bele. De nem, látható nem egyébként sem. Nem, az Feri, te ügyesen csinálja a Feri. Egyébként tényleg. De Feri, azért neked vannak nem vidéki gyökereid azért. Az persze. Na. Hajrá. Jó? Aha, aha, jó van. Semmi aha gond nincsen tényleg. Feri nyomja ez a fülszámot szegény kis borjúban. Egyébként semmi, egy fület, egy számot rögzítünk a fülére. Mi műsort ennyi vezetünk téged, meg megfüleznek. Ennyi? Na, menj a dolgodra. Te János, ahogy te bánsz az állatokkal, úgy nem bánik. Nem bánik senki. Ne haragudj, cica fiú. Jó, ügyes voltál. Na, jó van. Jó, na, akkor. Megjegyzett Feri egyébként. Hát tudom, hogy ő egyszer fel lesz fog nőni, és meg fog téged még találni. Szóval jössz te még túrkevére. Igen, ezt lehet hallani. Olyan a negyediken álltok.
Foglalj össze, mi történt akkor eddig. Túl vagyunk, ugye, tulajdonképpen a tehén és a kecske megfejésén. Ugye? Igen. Szerintem abszolváltuk ezt a dolgot, jól csináltuk. Megszabadítottuk a tyúkot a tojástól, abból Feri már tud rántottát csinálni. Nekünk annak már kész is van. Ennyi. Megjelöltük, ugye, a borjú. Jó vagy, egyre jobb vagy. Megjelöltük a borjú fülét számmal. Kettő dolog van még. Írtunk birkát. Tessék? Írtunk birkát. Így van. 9 óra után még vissza kell mennünk a tehénhez, ugye? Ott végre akarunk hajtani egy bizonyos műveletet. Jani még egy picit eljátszik a 12 mázsas szürke marhával. Meglovagolom. Így van. És talán inszeminálunk egy sertés, nem? Vannak még ugye gépek, amiket ki kell próbálni. Így van. És hát 9 óra után. Na, mondjuk el, hogy mit akarunk, jó? Hát mondjuk el, hogy mit szeretnénk. Aztán még kiderül, hogy elvileg lehet-e. Vagy hát nem. Hát elviekben úgy tudjuk, hogy a teheneket meg szokták vizsgálni belülről is, egy alkar szélességben, illetve a hosszúságban. Ez gyakorlatilag most így, amit elmondtam, előre is vetít, hogy mi mit fogunk csinálni. Hát gyakorlatilag egy rutinszerű állatorvosi beavatkozást, mégpedig egy gumikesztyű és a saját kezünk segítségével egy kicsit kutakodni fogunk. Gyakorlatilag egy zsákba tehenet játszunk. Igen, mire most számítasz? Mi van bent? Ez ugye nagyon fontos. Hát ezért csináljuk, hogy megtudjuk, hogy minél többet megtudjunk az állatról. Jó, kicsit mindannyian vágyunk rá, de kicsit mindannyian félünk is tőle. Tehát ez a helyzet, kicsit meg is csinálnánk, de azért annyira nem is. A legigazságosabb az lenne, ha kisorsoljuk, hogy kinyúl be a tehénbe. Jó? Jó. Ez egy igazságos élethelyzet. Jó, legyen 3 golyó, mind a 3 golyóban egy-egy név a mi nevünk. Ezeket tegyük be a tehénbe, és te benyúlsz, és kihúzol egyet. És akinek a neve benne van, ő nyúlhat. Csináljuk így, jó. Kisorsoljuk akkor. Ugye ezt egyébként az állatorvosok csinálják, tehát hogy ez a tehénnek meg se kottyan. Semmi olyan dolgot nem csinálunk a tehénnek, tulajdonképpen. Tehát ez a helyzet. Ezt szerintem szögezzük le, még egyébként már mondtuk is, mondani is fogjuk, hogy gyakorlatilag semmi olyan dolgot nem teszünk itt a farmon, ami az állatoknak ártana vagy fájdalmat okozna nekik. Ez a beavatkozás is egy olyan beavatkozás, amit az állatorvosok gyakorlatilag naponta végeznek el a teheneken, csekkolás jelleggel. Így van, és az ő ér. Igen. És az ő ér. Na, ezt szeretném megpróbálni 9 óra után. Én nem akarom nagyon rombolni a tehénnel a kapcsolatomat egyébként, tehát hogy mi már azért eljutottunk egy másik szintre. Tök jóba vagytok egyébként már egymással. Ő most már benned nem a TV showment látja, hanem Balázs. Egy jó igaz barátot. Egy igaz barátot. Agrár Balázs. De lehet, hogy pont ezért lennél te az alkalmas ember, hiszen nektek már van egy nexusotok. Van. A legigazságosabb, ha kisorsoljuk. 33,3. Jó? Sorsoljuk 9 óra előtt, hogy kinyúl be a tehénnek, és aztán kint csattan a gumikesztyű. Aki veszít, vagy akinek a nevét kihúzzuk, az barátkozik a tehénnel. Jó, jó? Én csak annyit kérek, hogyha esetleg én lennék, az akkor Feri nyálazza be az alkarba. Az a baj, hogy kiszárad a nyelvem, mire végig nyelvesz. Tehát azért ez egy hosszabb történet lenne. Jó. 8:30 után János egy kicsit megtanítjuk vezetni. Egészen nagy kombányban. Most harapták el a villát. A gépnek a tulajdonosaik éppen most falatoznak be a reggeléjük. Kicsit ráharaptak a villájukra, így van. Mert hogy Jánosok ugye nincs jogosítványa. Min lehet a legjobban megtanulni vezetni, ha nem egy sok-sok milliós kombájnon, ami 80 pont. Az a 80 milliós kombájnon, amivel János elindul, ember nem állítja meg. De ez azért jó, mert jobban látjuk, hogy merre mész, érted? És akkor nincs baj. Így van. Úgyhogy 8:30 után kombány, traktor és bobcat vezetés, 9 óra után pedig valaki megy a tehénbe. Mi az a borfelőt? Már viszik el a gépeket, mindenki párig szerint menekül a járművel. Csak igen, be az egyikbe. Ezzel jövünk mindjárt 0-6-30-645-00-00. Ez SMS számunk, itt vagyunk mindjárt. Ez itt a Morning Show. 8:30 pontosan. Itt már jönnek egyébként a tippek, hogy ki nyúljon a tehénbe, mit csináljon és mit csinál ilyenkor a tehén. Jó, még nem dölt el egyébként, állatorvos is van, akivel itt már beszélgettünk korra reggel, és elmondta, amit Jani is mondott az előbb, hogy ez egy teljesen hétköznapi dolog, ha akarjuk, ezt is ki lehet próbálni, sokszor... Jó, fújt ki nyugodtan az orrodat. Megcsavarta valami az orrod. A birka szőre allergiás vagy? Szóval, hogy kell neki ilyet csinálni. Jó? Megyünk egy kicsit kombájnozni, egyébként Class Combine az a neve, csak mondom, nem véletlen. Tényleg ez a neve. Én már az egyiket kipróbáltam, gyerekek, nem hiszitek el, hogy mekkora élmény egyébként. Nem hiszitek el. Valami 50 milliós kis szerkezetet vezettem, de hogy az nagyon pöpecül megy. Klíma van benne, rádió van benne, légrúgós a szék, amiben ülsz, és egy kicsi kis korány, szervó kormánnyal forgatod, megfordul a tengelye közül. Ilyen körül. Boldogságot, te nem voltál, ott én kimentem megnézni. Ilyen boldogságot nem tudom, mikor láttam a Bali arcán. Nézd meg!
megy, oldalra megy! Iszonyatosan csapattam neki. Igen, csak az ő arcán volt egyedül boldogság, mert a DM keres srácoknak, akiknek a bobketeket köszönhetjük, az arcát hajszárítóval melegítik reggel óta, mert ráfagyott a mosoly. Igen, ők nem értik, hogy nekünk ebben mi a jó. Fél 9 út pontosan, 1 perc 0-6-35-45-00-00, ez az SMS számunk. Hatos főút Adony Molkútnál rendőri ellenőrzés van. Küldte nekünk pocak, és régi hármas úton nagyútnál trafiznak a rend őrei, írta nekünk Derik. Szóval jövünk mindjárt, ugye Janit megtanítjuk kombányt vezetni, hol igen. Máshol, hol a nem egy tanyán érted itt igen. Ki, és a mezőn. Kicsit később pedig mi is megyünk az illatos útra. Igen, és hármasugrásot játszunk, SMS-be lehet erre természetesen jelentkezni, hanem jön a hírekkel, aztán itt vagyunk mi is. Ez itt a Morning Show. 3.90 pontosan, szép reggelt kívánunk mindenkinek. Zajlanak az események, itt már beröfentettük a legnagyobb traktort, illetve a kombányt. Jani, Feri pedig. Annyira szemét vagy, de komolyan. Csúcstámadásra készülünk, egyébként oxigén nélkül. Balázs berakott minket egy kis bobcatnek a rakodó lapjába, aztán pedig, hát ismerkedve a különböző gombokkal, meg különböző mechanizmusokkal, amik irányítják ezt a gépet, fölküldött minket az égbe. És jelenleg is ott vagyunk. Igen, és leállította a bobcatet, és elhagyta a területet. Igen, nagyon jó. A mező közepén áldogálunk tulajdonképpen, én bent ülök a fülkében, Jani, Feri pedig föntül, maxra felemelve, magában a lapátban, ugye, és... És Ferének már havas a szemöldöke. És nem is tudnak leszállni. Hozzátok az oxigén maszkot. Na, csak az ízkedvéért egy kicsit viszlek benneteket, jó? De közvetítsetek, hogy milyen. Jó? Előre megyek vissza, és nem leteszlek benneteket a földre. Illetve jó? Amit még előre nem tudsz megjósolni. Amit elő, igen. Na, hogy kell beindítani? Kezdj csokolom, ezt fordítsam el. Srácok, indulunk, figyelem. Oké, jól van. Még egyet fordítsak rajta, igen. Igen. Ó, gyönyörű hangja van. És a zöld gombot kell megnyomnom. Jó, innentől kezdve ti beszéltek. De lehet hallani tökéletesen, úgyhogy nyomhatod nyugodtan a dumát. Jobb kész felől ott van egy piros karasz, ne húzd meg, az katapult. És ez az a gép egyébként, amit orra lehet állítani. Csak mondom, hogy mi ülünk az orrán. Igen. És elindult nagyon a komoly. Egyébként fantasztikusan néz ki kívülről a kis szerkezet, olyan, mint egy ilyen apró high-tech, ilyen a jövőbe kacsingató harcjármű, iszonyatos nem lánctalpai, hanem ilyen gumitalpai vagy műanyag talpai vannak, és hát hihetetlenül jól néz ki, iszonyatosan dizájnolt. Ez tipikusan egy olyan jármű, amit az ember így moshatna. Például én biztos, hogy hetente kétszer elvinném, lemosatatnám és levakszoltatnám, mert gyönyörű kívülről. Igen, csak mire a Vácin ezzel végigérsz, vagy mondjuk az Üllői bejössz vele, bár biztos egy gyors sebességre is képes a dolog, minden esetre megnéznének. Tényleg nagyon jól néz ki srácok, a dolog. Srácok, leharagudjatok, egyelőre nem tudlak benneteket leengedni. Ezt tudtam, hogy ez lesz. Na, várjatok, most mozgatom a pedált, figyelj. Igen, hogyha... köszönjük, nagyon jó. Igen, figyelj, ha közel viszel minket egy szénabálához, leszállunk a tetejére. Leszálltok a tetejére? Persze, az vagány. Hogy egy, csinálsz egy 180 fokos fordulatot, akkor pont szembe találod magad egy másik DM-kereskedő kis járművel, amivel te már az előbb mentél, kicsit irigyeltelek is érte, mert olyan jármű, mint egy ilyen holdra szálló szerkezet. Elképesztő jól néz neki, és amellett van egy kis szénabála, hogyha oda esetleg letennél minket, akkor meghempereghetnénk rajta Ferivel. Mert itt az a baj, ugye, hogy tulajdonképpen én értem, hogy te ezt nagyon élvezed, Balázs, de azért jöttünk, hogy a Jani tanuljon megvezetni. Így van. Ugye? Ferinek már eltört a farcsontja belőlem, meg néhány vesekő kirázott. Jó, még egy kicsit jöhet. Jó, elég. De profi! Túlnyomtad! Nem tudunk így leszállni, gyere vissza! Túltolta, apuka! Elég! Jó, most egy picit megdöntöd a rakodólakpot. Így van. Köszönjük szépen. Istenem, teljes körű kiszolgálást kapunk. Nagyon szépen köszönjük. Én ennyit tudtam, értetek tenni. Janit és Ferit letettem egy széna bálára. Most én nem tudok kiszállni. Én most saját magam zártam be. Na milyen bobcat vezető vagyok? Nagyon hát, ügyes. Zseniális ez az Agrár Balázs show. Csak azt szeretnénk megkérdezni, hogy Jani mikor vezethet, tudod, apa? Mert azért jöttünk, nem azért, hogy te élelsz. Az a baj, beszéltem a srácokkal, és picit ebből kihátrálni látszolok, hogy Jani kipróbálni egy 100 milliós kombányt. Miért? Hát most azt a klassz kombányt, azt igazán rámehetünk, nem? Ne, most nem lesz simán, baja, van terület. Simán megtanítjuk, persze, csak valaki szabadítson ki ebből a kis üvegkalitkából. Jó, közben hármasugrást is játszunk, és csak mondom, hogy megérkezett az állatorvosunk, úgyhogy ha minden igaz, akkor 9 óra után sorsolás alapján eldől, hogy ki tud majd közelebbi kapcsolatba kerülni a tehénnel. Ugye ez az utolsó művelet, amit még szeretnénk végrehajtani. Így van, és hát elég nagy várakozással nézünk elébe ennek az eseménynek. Eddig csak távolról szemléltük így Jenszként ezt a dolgot, kicsit elméleti tudásunkat, viszont most már fel tudjuk tuningolni gyakorlati tapasztalatokkal is. De én...
így próbáltad ízlelgetni ezt? Igen, hogy belegondoltam, hogy így az ismeretségi körömből hányan lesznek olyanok, akik irigyelni fognak emiatt a dolog miatt, de nem jutott ez eszembe senki. Jó, hogy sorsolunk, azt beszéljük meg. Aki 33... a rövidebbet húzza a szalmából. Vidéken vagyunk, itt ez dívik. Jó, tehát lesz három különböző hosszúságú. És két egyforma, és egy rövid, aki a rövidebbet húzza, hát az nyúl. Igen, az ügyetetlen. Az megy mélyebbre. Jó, és aki legrövidebbet húzza, akkor az nyúl be a tehénnek. Igen. Ez legyen. Igen. Ha? És tehenet is sorsolunk? Igen, megbarátkoztam a tehenet, úgyhogy azzal nagy baj nem lesz. Jó, játszunk egy hármas ugrás valakivel, jó? Utána eldöntjük. Hát akkor viszont sorsoljunk, hogy 9 óra után már ki tudjon erre felkészülni lélekben. Tehát ne attrakció előtt sorsoljuk ki, hanem sorsoljuk ki minél előbb, nem? Hogy legyen legalább... Utánatok görgök. Igen. Jó. Igen. Kap egy új mikrofont? Végét. Ja, így. Végét ne. Jó. Na halljuk, akkor itt van a játékos, már is hármas ugrást játszunk valakivel. Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggelt! Hello, sziasztok! Hello, hogy hívnak? Hello, sziasztok, Ádám vagyok. Hello, Ádám. Ádám, egy mező közepén állunk egyébként bobketek, meg kombájnok, meg szénabálák társaságában. Meglehetősen szürreális. Ez egész reggel azért meglehetősen szürreális, nem? Tehát talán ez a jó szó, amit keresünk. Már túl vagyunk egy csomó mindenen. Melyik részt hallgattad? Hát én igazából 8 után értem be, úgyhogy csak azután hallgattalak titeket. 8 óra után tudtam minket hallgatni. Jó. Igen, 3 darab kérdés. Ha jól válaszolsz, akkor akkor ajándékcsomag, attól függ, hogy meddig mész. Jó? Mehetünk? Rendben, mehetünk. Na figyelj, így szól az első kérdés, dedikált egér alátétért. Mi a köpülő? Köpülő. Te, ahogy a friss kenyérre aztán rá. Az van, így van, így van, így van. Jó. Megvan a dedikált egér alá. Menjünk tovább? Igen, persze. Így szól a második kérdés dedikált pólóért. Hogy nevezik a fiatal szarvasmarhát más néven? Hányszor elhangzott? Ma reggel ez nagyon sokszor elhangzott. A kicsi. A kicsi mi? Mit mondtunk, hogy a kicsi mi? Azon vagy, akkor még nem. Érzitek, van új kapu valahol? Vagy csak régi? Azt érzitek, hogy egy mező közepén állunk és hármasugrás játszunk? Nagyon kombájnok, kombájnok társaságában. Tehát ez megvan ez a kép, hogy mögöttünk tehenek, kakasok, borjú. Az új kaput, hogy hát ha... Szerencsére nem kellett sokat segíteni. Hát alig üldöstük át. Figyelj, nem azért, de szerintem lehet, hogy jobb, ha megállsz. Köszönöm szépen. Nem, csak most, tehát halva a képességedet, nem megy annyira flottul azért ez a dolog. De ha gondolod, és jó vagy földrajzból, akkor akár neki is futhatunk a harmadik kérdésnek. Mi legyen? Nem, akkor maradjon inkább ez a két ajándék, mert mi sincs még töltesen, úgyhogy... Tehát biztos nem iszünk. Így van. Így van. Akkor elküldjük neked a dedikált pólót és a dedikált egér alátétet, jó? És gratulálok. Nagyon szépen köszönöm. Én is köszönöm, és további jó napot, szép napot nektek. Köszi. Ciao. Szia. És jövulást a megfázásra. Igen. Kicsit, ugye? Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-val. Készülj a következő megmérettetésre. Nem bírok várni. Sorsoljunk. Megkérjük a sorsolási bizottság elnökét, Csinos Tomit, hogy jöjjön, ő sütötte nekünk ma reggel a kenyeret, meg a perecet, meg minden egyéb ilyen helyi termét. Isteni volt. Tomikám, hogy áll, két hosszú, egy rövid? Igen. Próbáljuk meg. Ki kezdje? Én kezdjem? Jó. Hát csinál. Na, nézzük. Mondjuk ti azért elég jó kapcsolatban voltok egymással. Oké. Húzzon a Jani először. Megbundázva, azt mondja, hogy... Húzzon a Jani először. Jó. Aki a legrövidebbet húzza, az nyúl fel a tehén. Hát ezt még nem tudod, hogy ez a rövide vagy nem. Viszont ugye, elég rövidnek tűnik. Közepesen hosszú. Hamar a csattal a gumi kezdjük. Jó, húzok én is egyet. Aha. Nagyon hosszú. Ez is elég hosszú. Nagyon hosszú. János, jártál már tehénben? Hát. Először is nagyon szépen köszönöm a sorsolási bizottság elnökének, Tomás Biutinak. A közelműködést rohadt bunda. Annyira, igazából... De én azért nem akartam húzni elsőre, én azt mondtam, mert ugye Tomi Balázsok az én... Balázsok 3 méteres szalmaszállama, nincs is ilyen, de ezt hozzátátok valahonnan. Volna ezt is. Hogy nem, János, neked kell benyúlni a tehénbe. Nyúlt kis törekemmel megint szívtam te meg. Te sajnálom, hogy meg... Mondom, pedig választhattál volna 3-ból, de te erre mentél rá. Kiúsztad. Jó. Van gumikesztyűm. Jó, gyorsan letudtam. Nem mondom, hogy nem örülök. Van gumikesztyűm. Van állatorvosunk. A tehénnel már megbarátkoztunk közelebbről. Jó. A projekt egy hatásos
bélvizsgálat. Jó? Hatásos. És nem kell túlspirálni ezt a dolgot. Belenyúlt és úgy. Hatásos bélvizsgálat. Könnyéki, szarba tolod a kezedet. Nem kell túlspirálni. Ez megoldjuk. Ez most hétköznapi dologról mind van szó. Mind a hárman vállaltuk. Hát te úsztad, ennyi. Kicsit felszabadultam, az az igazság. Tehát, hogy meg kell nyerni. Most úgy vidáman még elfogyasztom a reggelimet, beszélek az állatorvossal. Jó, úgyhogy ezzel jövünk vissza. János urológus fog játszani, tehén urológust, picit Sámlira áll, és megtükrözi. Igen, olyan fura a tehenet. Hogy mind a kettő Ferinek, és még Balázsnak, és olyan légieseké, piruetesekké váltak a lépését, csak az enyémek molmosak. Gyere, Feri, nézzük meg, mit lehet még enni. Nem vagy éhes, kézzel rántottam. Csak helyi alapanyagokból, gyönyörű a tojás, paprika alatta, amit akarsz. Hogyha gondoljátok, itt készült sajtokat is tudunk kóstolni. Jani, te eszel valamit a mutatvány előtt? 0-30-645-00-00 ez az SMS számunk, közlekedési híreket várunk. Egyébként ugye még mindig Túrkevén vagyunk, a Lénárd Farmon, itt leszünk egészen 10 óráig, és hát egy szakszerű állatorvosi vizsgálat végrehajtására készül János, mert ugye húzta a legrövidebbet. Jó, sem csak írtok rá. Úgyhogy nem sokára jövünk vissza, a net hírei után. 9 óra múlt, pontosan 10 perccel, szép reggelt kívánunk mindenkinek, a helyszín még mindig Túrkeve, itt vagyunk, ugye Túrkevétől pontosabban ugye néhány kilométerre egy farmon, és ugye a Lénárd farmon, és hát itt próbálunk ki mindent, ami tulajdonképpen az állattartással, a gazdálkodással kapcsolatos. Na most őszintén, tetszik vagy nem tetszik a vidéki élet, hogy így belekóstoltál? A friss levegő, az állatok, a jó ételek. Hatalmas élmény, de ezt most komolyan mondom. Tehát az, hogy az ember itt milyen dolgokkal találkozik, még mennyi mindent tanul, akár csak egy pár óra alatt, az mindenféleképpen nagy élmény. Tehát olyan egyszerűnek tűnő dolgokat mondanak, amiről nem is sejtetted, hogy így van, meg így működik, hogy fantasztikus. Meg ilyen közelben az állatokkal egyébként sehol nem tudsz lenni. Tehát, hogy ilyen közelségben nyulak, kacsák, disznók, tehenek, tehát nagyon jó, tényleg nagyon jó. Én milyen közelség lesz, Jani? Jani! Igen, és még egy kicsit közelebb is kerülök hozzájuk, mint amire egyébként számít. Ami egyébként megdöbbentő, hogy tényleg itt nagyon drágák a helyek, és hoznak nekünk mindent, hogy ugyanaz a sajt, vagy ugyanaz a tojás, vagy ugyanaz a kolbász, hogy mennyire nem lehet azzal összehasonlítani, amit te mondjuk meg tudsz venni egy boltban, és mennyire más az íze, igen, közben van egy kis aláfestés, mennyire más az íze, ha ez mondjuk háztáj, nem? Te tényleg ugyanolyan füstölt sajt, meg kecske sajt, meg ilyen olyan, de hogy egészen más az íze. Tehát tényleg döbbenet. Hát a helyek vendégszeretetéről meg ne is beszéljünk, nekem gyakorlatilag az összes vér kiment már az agyamból, és lent próbálja meg az emésztésemet segíteni újabb és újabb adagokkal. Mindjárt lesz vér az agyadba, Jani, ne aggódj. Mindjárt fel fogsz ébredni. Ugye Jani elveszett egy fogadást, ez pedig azt jelenti, hogy én csak felkészítettem neki a tehenet arra, ami most vár rá, mert hogy János nem sokára egy állatorvosi vizsgálatot hajt végre tehénen. Ugye mi nagy szájjal megérkeztünk ide, és azt mondtuk, hogy mondjanak nekünk bármit, megcsináljuk, ha kell birkát nyírunk, ha kell fülbe rakunk számot, ha kell, akkor kecskét fejünk, tehenet fejünk. Nem tudtak még olyat ha mondani. Ha kell, akkor Jani. Igen, nem tudtak még olyat mondani a helyi erők, amit mi ne csináltunk volna meg. És hát felvetették, hogy ez is hozzátartozik ugye ahhoz, hogy ezt az ember megcsinálja, meg tudja csinálni, tudja, hogy mit csinál, nyilván ugye ezt az esetek többségében állatorvos végzi, de hát ez ugyanúgy hozzátartozik, mint a szebb, romantikusabb oldala, mint a tehén fejés, amit ugye mi megragadtunk és örültünk, hogy csak ennyi van. De nem hátrálhatunk meg, nem? A városi legenda vagy sem, hogy ezt megcsinálják, János. Igen. Beharapja a kezedet, vagy nem harapja be a kezedet. Szerintem ahhoz, hogy izgalmas legyen a világ, az életünk, ahhoz néhány titokot nem kell szerintem megmagyarázni, megfejteni, legyen titokzatosság, legyen egy pici rejtély is az életben. Benned azt szeretem, hogy én húztam volna a legrövidet, hát hangosan visítva csapkodnál a térdés, hát, azt mondja, induljunk, miért nem vagyunk már ott, hol a tehén, hozzák ide, hol a légy, most azonnal, fuss neki. Igen, annak most már egy kis hasmérése, se baj. De most, hogy te húzod a legrövidebbet, ami egyébként megint annyira tipikus, hogy te húzod a legrövidebbet. Persze, hogy arról van szó, hogy akkor most oké, ki nézze meg a tehén bélműködését, persze, hogy te húzod a legrövidebbet, tehát tök tipikus. De azóta annyira azért nem vagy hangos. Sejtettem egyébként, hogy kettőnk között fog eldőlni a dolog, mert Feri túl régóta jár már ide ahhoz, hogy neki egyből egy hosszú hogy a csinos Tomi lehosszák neki a legrövidebben. Igen. Na, hallgatok, Jani, felkészültél? Akkor fuss neki! És azt is írják, hogy popom. Ja, tényleg. Így egy hallgató, nem hiszem el, tartok Fehérvárra, ti a tehenekről beszéltek, percek múlva az autó megtelt tömény tehén trágya illattal. Jó az illat kifejezés egyébként, tényleg, ennek abszolút illata van. Aztán jönnek még SMS-ek, és közlekedési hírek is, ezzel picit elmaradtam, de mondok két nagyon fontosat. Baleset a határút és a Nagykörösi út sarkán, ezt Tamás küldte nekünk, valamint az M6-oson is van egy baleset a 144-es kilométernél Pest felé.
köszönjük szépen. Mi van a kecsketellyel? Forralják? Nem, azt mondtad, közőleg előtted konkrétan, szerintem. Én tudom, hogy városi vagyok, de ez itt teának néz ki azért. Igen. Vagy legalábbis akkor nagyon fura színe van a kecsketeljnek, mert ez barna. Lefölöztettem. Csak túl jól sikerült. Értem, vannak hiányosságaim, de hogy azért ez inkább teának néz ki. Itt felforraltattam. Te ezt a múltkor se szeretted, amikor vittem neked, csak szólok. Nem, itt a zsírtartalom az, ami aggaszt, tudod? Tehát, hogy azért az ez egy kicsit, ez nem ez a 2-8-as, meg nem tudom milyen, tehát ez egy picit azért itt masszívabb. A gyomrod bírja egyébként? Persze, persze, és hát ráadásul tudom, hogy kiből van. Igen. Egészen mert, konkrétan. Ez ismerettség. Na, gyerekek, ennyit erről. Tegyük fel akkor az íra a pontot. Jöjjön akkor az utolsó feladat. Itt van ami Péterünk, aki állatoros. Hello Péter, jó reggelt. Kívánunk neked. Szevasz. Jó reggelt, sziasztok. Jó reggelt. Na, hát te már korán reggel itt voltál. És ugye tulajdonképpen hát kicsit beavattál a munkálataidba, hogy neked mit kell végrehajtani egy-egy állaton állatorvosként. És ugye ez egy teljesen természetes dolog, nem? Hogy a tehénnel akár ez is megtörténhet, ha van valami baja, amit mondjuk kívülről nem lehet megvizsgálni. Így van, gyakorlatilag ezt a vizsgálatot nem lehet elkerülni, hiszen a nagyüzem, illetve a háztáji tehéntartásnak is egy velejárója az, hogy időszakonként úgymond szó szerint kézbe kell venni a tehenet, és ugye hát hol a legkönnyebb kézbe venni, mi ott tesszük ezt meg. Pontosabban a méhét vesszük kézbe. Ugye a vemmeségi vizsgálatot több ok miatt is végezhetjük. Elsősorban akkor szoktuk elvégezni, mikor bizonyos ideje már nem ivarzik a tehén. Uh-huh. És meg akarunk győződni arról, hogy ezt mi okozza. El és után általában 60 napig szoktuk őket békén hagyni. Utána, már utána kell járni, hogy miért nem ivarzik újra a tehén. Ez az egyik oka. A másik oka pedig az, amikor meg akarunk győződni, hogy már pedig ő vemhesült, és tudni akarjuk, hogy mikor lesz a várató elés. Ugye ez főleg ott jön szóba, ahol nem napra pontosan tudjuk, hogy mikor volt a termékenyítés, hiszen itt Pistinél, itt a Lénárd farmon, ugye ezek húsmarhák, és itt úgynevezett háremben tartják a teheneket. Nagyon a kis hárem, Jani. Egyik ához bizonyos számú tehén, általában 15-20 tehén van rendelve. És azt nem mondtuk, Jani, hogy ott lesz a tehén, vagy a bika is. Nagyon pontosan tudják, hogy nekik mikor kell akcióba lépni, viszont ezt a gondozók nem biztos, hogy mindig észreveszik, hogy mikor lépett. Én úgy tudtam, hogy Lénárdék római katolikusok, és nem muszlimok, de hát... Most ha van benne egy kis borjú, akkor bekaphatja Jani kezét és beránthatja? Hát ha nem kicsi van benne, akkor esetleg előfordul. Tehát előfordul az, hogy Jani benyúl, és azt mondja, hogy Jani, gyere vissza, és abban a pillanatban egy vákum. Istenemben vagy! Egy vákum. Lélegezz mélyeket, és megnyugszol! Jogi, előbb-utóbb megszül! Tehát akkor ez nem még fordulat elő. Három ez nem fordulat jövünk. Elő. Reméljük, hogy nem most lesz az első eset. De kemény. Mennyi ideig bemhes, hogy állapotos egy tehén? 285 napig, ez plusz-minusz 5 nap időközzel szoktuk számolni. Tehát pontosan eddig vemhes, és olyan 8-7-es kortól már elég nagy biztonsággal lehet kézzel is a vemhességet megállapítani. Hát Jani, ha esetleg majd belenyúlsz és nem tudsz kijönni, akkor gondolj arra, hogy 285 nap múlva kim vagy. Tehát akkor csupán csak erre kell gondolnod. Hogy néz ez ki ez klasszikus formában? Tehát tényleg úgy, hogy az ember odáll, fölvesz egy köpeny, csattan a gumikesztyű, és aztán indul a vizsgálat? Így van, indul a vizsgálat. Először is ugye biztosítani kell, hogy ne legyen fájdalmas kenőanyagot. Hát ugye egy istállóban mi van, ami egyre jobban tetszik ez a vidéki na, élet. Ne. De. Amire gondolsz, hogy tehát általában a székletre, illetve a... Ja. Most hát erről lemaradtam, hogy mi. Tehát a székletből veszünk egy kis darabot a kesztyűre, hangsúlyozom a kesztyűre, tehát a kesztyű felvétel után, és azzal tesszük síkosabbá, úgymond a kesztyűt. És beszélnék még én erről, de minek, ha meg is csinálhatjuk? Nem iszom még egy kortyot a teámból. Egy utolsót. Igen. Egy utolsó kortyot, Jani, a túr, gyere velem. A túrás próbálja a kenés. Jani, akkor fuss neki. Na, induljunk akkor, ugye szegény tehén, hát már meglát minket, könyvbe lábad a szemem. Igazából érzi a merényletet, hogy megint felé megyünk. De hát Ferenc, nekünk ez innentől kezdve felszabadult pillanatokat jelent. Jani, mi megcsináltuk volna Balázsa, hidd el, nem tehetünk róla. Hát én húzom sikerült a legrövidebbet. Tudom én, hogy ti vagytok a legbátrabbak, és azt szeretnétek, hogyha én is felzárkoznék hozzátok. Hozzátartozik a vidéki élethez ez is, hogy egy állatorvos azt mondja, hogy ezt meg kell csinálni, akkor mi megcsináljuk. Birkát nyírtunk, tehenet fejtünk, tyúk alól kakast, loptunk, de haza már nem mész az autóddal, mert mind a négy kerek két kilukasz. Kombányt vezettünk, egyetlen egy dolog maradt, na, megnézzük, egészséges-e a tehén. Jaj, hozzá nézd, de szép. Nézd, hogy vár, megérkeztünk az istállóban egyébként. Semmi gond, nyugodj meg. Egy kicsit, lesz. Egy kicsit barnább, egy kicsit sötétebb, mint amit én fejtem. Én úgy érzem, hogy egyfajta lüktető ánusszal várt téged. Most egy nagyon picit elbizonytalanodtam, hogy akarom én ezt.
Nézd, ez egy állatorvosi feladat, ugye? Ez hozzá tartozik. Feladat, így van. Ez egy komoly feladat. Van-e, csak mondom, hogy éppen nézd, mit csinál a Tehén János, felkészült a befogadásunkra. Megemeli a farkát, igen. És kenőanyagot Péter, biztosít a számodra. Hoztál két nejlont, mert hogyha esetleg megmutatná, nehogy rossz mozdulat legyen, vagy ilyesmi. Én azt akartam javasolni, hogy én úgymond megcsinálom az utat. Kiváló. Tehát először akkor megcsinálod az utat? Így van, utána neked majd könnyebb lesz. Utána megyek és bent lepacsizom. Bent adsz egy ötöst. Adj a kesztyűt, jó? És csak Jani, ez a te János, itt a kesztyű. Igen, nagyon jó. Akkor, de ez nem a kezemre jó, hanem rám. Ez konkrétan neked egy hálózsák, Jani, nem kesztyű. Oké, okay. Itt vagyunk a tehénnél. Várj, a gyűrűben vagy gyűrű nélkül? Maradhat? Nem, azt, a gyűrűt azt mindig átteszem a másik kezemre, ez szokás. Tehát vigyázni kell. Meg ezután van meg egy klasszikus történet, még az egyetemen tanultuk, hogy egy kolléga még a pultrendszerben vemességi vizsgálatot végzett órában. Figyeljetek, órában. Igen, és a többit elképzeljétek, de a vége kényszervágás lett. Tehát nem találta az órát, és így járt a bocit. Soha volt állítva az ébresztő. Tessék? Igen, egy könnyebb volt megtalálni utána. Igen, mondjuk az, amikor megszólal a tehénbe, azért az elég érdekes. Hát nézd, Jani. Péter, ami drága, várj, azért ezt én megnézem közelről. Oda lépett a tehéhez. Egyébként a tehén valóban biztosította a kenőanyagot. Így van. Aha. Hát nem tudom, hogy ez melyik őtöknek jobb. Aha. Péternek a jobb keze elveszni látszik már egyébként a tehénben. Minden oké oda bent. De nézd, egyébként nem, a tehenet nem zavarja. Nem zavarja. Hát figyeld, ez egy állatorvosi vizsgálat. Hát ezt is meg kell csinálni. Persze, ez hozzátartozik. Tehát a tehén áll, nyugodtan legel, és ebben igazából semmi rossz nincs. Ez egy picit olyan, mint egy eljegyzés. Megvan? Igen. De én nem akarok eddig tartózkodni benne. Hmm. Na, elvékonyodott a hangod, Jani, mi történt? De, én nem akarok ennyi ideig tartózkodni benne. Ezt nekem kellene csinálni már nagyon-nagyon komolyan nevetnél. Péter, fontos, hogy én ennyi ideig pacsizzak lent benne? Hogy igazából nem, hogyha megtaláltad, amit kerestél. Azt mondtad, kényszervágás lett, nem keresném meg azt az órát. Nem. Én azt akartam megkérdezni, hogy elmondjam, hogy mennyi idős vemhes. Annyit segítek, hogy vemhes. Vemhes. Igen, igen. Ó, meg már minek. Ugye akkor meg már minek, ha tudjuk, hogy vemhes. Hello. Vemhes, ez ilyenkor tapintani lehet? Igen, és viszonylag egy bizonyos idő után már az ember nagyjából meg is tudja mondani, hogy mennyi idős vemhes. És hogy fiú vagy lány van bent. Azt azért nem. A helyzet az, de ezt most komolyan mondom, hogy nekünk ez ugye, mint városi ember, ez egy nagyon fura dolog, gumikesző, de hogy ez itt egy ilyen, de most komolyan mondom, igen. Egy ilyen gazdálkodásban itt, ugye ez egy teljesen természetes dolog, jön az állatorvos, így nézi meg, ez így történt a múltban, igen. Így történik a jövőben is, hát ez csak nekünk egy kicsit furcsa. Annyira pirom, hogy előadod itt az öveges professzort, a nagy, hogy ilyen, a nagy tudós, de nem, komolyan mondom. Benne lenni csüdig. A városban az ember kicsit elhatárolódik a természettől, és ezek a dolgok furcsává válnak. Most még tiszta kezdjük. Most azonban ugye tulajdonképpen hát visszatérsz a természethez, Jani, a szó legszorosabb értelmébe. Ha beránt, mondom, akkor gondolj arra, hogy 285 nap és kim vagy. A komoly vákum van benne, úgyis jön a tél, legalább a jobb kezem nem fázik. Jó, hallod? Már a birka vagy. Nem, a bika ez volt. A bika hiszolt. Megyek! Hadd ide a mikrofon, mert az drága. Figyeljetek, ja, jó. Igen, az nem maradjon a témám, csak mondom, hogy egyébként a tehén egyfajta... Kapjátok el szalot! Rákészült. Jó. Vigyed, ha akarsz beszélni. Jani. Nem, hát azért azt mondom mindenképpen, hogy milyen érzés. Hát a farkát kell fognom az egyiket. Nem, majd a doktor úr fogja. Menjetek már. Miért? Hát csak mondd el, hogy milyen érzés. Hát azért azt mindenféleképpen. De ez nekem nincs elég szókint. Nem tudom, mi ezt hasonlítani, hiszen még nem voltam senkiben. Na, ilyen mértékig. Meleg? Na. Semmi gond, nyugodj meg. Itt vagyok én. Nem hiszem. Hát ezt nem hiszem el. Léci. János, a közvetítő közben odalépett a tehénhez. Kicsit beme. Kicsit, ugye, hát a tehén... Még egy utolsó pacsi? Tulajdonképpen János már, ugye... Aha. Az anyám. Fúró mozdulatokkal... Nyomjad! Hello, szia! Fúró mozdulatokkal elindult, és ebben a pillanatban János, hát már tulajdonképpen... Már nem fázik a kezem. Szinte a felső teste eltűnt bennem. Ne menj közelebb, meg kakis leszel. Milyen János? Így is. Milyen? Egy vekker van benne. Hát figyelj, ó! Mennyire sajnálom, hogy nem most, én húztam a legrövidebbet. Nem, most egy picit ő azt érezte, hogy nincs elég kenőanyag a kesztyűmön, és megindult felfelé valami folyadék ebbe az irányba. Én abban bízom, hogy nem lesz annyira, nem drága ez a kabát, ami rajtam van, de azért mégiscsak. És mit kell bent még éreznem azon kívül, amit érzek? Tényleg a picit lehet érezni? Tehát ahhoz hozzá első alkalommal az ember csak azt érzi, hogy meleg van és szorít, tehát az nem igen. Most jó helyen vagy. Amit igazából lehet érezni, a két mély szarv mentén megpróbálsz elindulni. Igen. Nem, ő más indult el felém. Az az igazság. Figyelj, ha most kihúzom és félrelépek, mert hogy olyan egy kicsit, mint hogy egy gejzírbe nyúltam volna,
pent picit... Érzed, hogy túlnyomást? Igen, ne, hát kicsit ilyen izé, ha most ezért, ezért nem megyek izlamba. Hogy a bika már ácsingó tekintettel kiszúr téged, tehát hogy ott is lesz utána egy kis feladat. Azt nem tudom, érzed-e, hogy egy szolid fél órája benne van, nem, holott azt mondtad, nem hogy tudom egy kihúzni. Ja. Pont ezt akarom mondani, hogy egyébként ahhoz képest, hogy azt mondtad, hogy nem lennél benne ennyi időt, kifejezetten várom, hogy mikor teszem be a fejed. Az, az van, hogy, hogy a könyök részen érzek egy szorítást, aha, viszont egy picit feljebb a kezemnél, meg azt érzem, hogy, hogy egy ilyen komoly jacuzzi feeling van, ott buzog valami. És nagyon félek tőle, hogy amikor kihúzom, akkor, akkor el kell lépnem. Jó, de akkor most örökre így fogsz állni. Jó, figyelj, háromra ellépek, jó, és kihúzom. Arra, egy, kettő, há, és... Oda tartjuk mi is. Az iskoláját. Hát na, Jani. Állatorvos lett a mi Jánosunk tulajdonképpen? Hát elindult az úton, tehát azt tudom neki mondani, hogy csak így tovább. Nagyon ügyes volt, meg bátor azért, azt elsőre azért nem kell mondanom, hogy izgultam én is, mikor először belenyúltam, tehát nagyon ügyes vagy János. Ennek örömére, ha megengeditek, szeretnék egy ajándékot átadni. Kicsit megkérem, hogy adjon János, nem akarom. Azt hittem, hogy kis lehet, hogy jobban jártunk volna, ha előtte ittuk volna meg. Ó, nagyon szépen, köszönöm. Tavalyi főzésű széva pálinkámból. Oh, jó, hogy fogy az egészséggel, és fogyasszátok egészséggel. Ezt tudtél a Feri erről. Igen, azt hittem, hogy olyan 3 deci búgatót fogadja. Kicsit csillog is a szemem. Nagyon, Feri nagyon szépen köszönöm. Elindult közelebb az üveghez. Hát kiváló. Vagytok, köszönjük szépen. És gondolom a kesztyűt is megtartott. Igen, igen, azt, a kesztyűt azt természetesen. Jó, online közvetítésünk meg egyébként még mindig zajlik, illetve természetesen archiváltuk ezt fotók formájában. Úgy, ezt nem hogy... gondolod, hogy nem címlap. De milyen hősies, milyen igaz? Bátor, milyen férfias. Komolyan mondom, János, büszke vagyok rá, bármelyikünk megcsinálta volna, persze. Tudod, hogy szívesen odálltuk volna mi is. De hogy férfi vagy, komolyan. Nekem van egy kedvenc könyvem, amit nagyon-nagyon szeretek, ez James Herriotnak az Apraj Nagy a megbabonázó című könyve, ez egy brit állatorvosnak az életrajza. És imádom azt a könyvet, de ez volt az a rész, amit nem annyira szerettem. Figyelj, mi tényleg úgy jöttünk nagy szájjal, hogy bármi, amit mondanak, mi bevállaljuk, megcsináljuk, nem? Tehát így nem szabadott volna elmenni, aztán, hogy srácok, ez is hozzátartozik a vidéki élethez, hát akkor ezt is ki kell próbálni, tehát nem szabadott volna úgy elmenni, hogy ezt nem csináljuk meg, hogy ez pont elettél. Úgy te büszke vagyok. De picit fura egyébként, hogy nem engedtek be mostanában az aurátok. Én azért megtartom a 4 lépés távolságot. Kivel megy haza a Jani? Te viszed? Nem, én tehén háton lovagolok, illetve tehenegelek. Ő már az új barátjával megy, szerintem felnyergeli. Nem sokára jövünk a nap legjobb pillanataival, 3 perc múlva pontosan, 06:30, 645, 000, ez az SMS számunk, itt vagyunk mindjárt. 9:30 van pontosan, szép reggelt kívánunk mindenkinek. Jani most a kesztyüket, és haza akarja vinni. Nagyon akkurátus, nagyon jó, én szeretem, rend van, fegyelem van, János. Csak jelzem, hogy a naphallgatója ma ezt is megkapja. Remélem lesz, aki fölveszi a telefont, és belemondja, hogy morning show. Írják a hallgatók, hogy elképesztően lényegre törő vagy, tehát se egy virág, se egy pezsgő, se egy bombon, semmi, tehát hogy így egyből érted. Gyerekek, az első randi nem szokták azért ezt csinálni. Ahogy mondani szoktuk itt a B oldalon, az ember már rögtön célirányosan megindul. Igen, halálra rögtön magam a vonaton, idiótának néznek, szerintem így tovább, srácok, írja nekünk pompom. Aztán, ha megszületik a kisbori, ezek után Jani legyen a neve. Igen, köszönjük szépen az SMS-eket. Egyébként nagyon sokan kérdezik a videót, ugye egyrészt volt online közvetítésünk, ott mindent lehetett látni, de magáról az akciókról külön videó is készült, a birkanyírásról, a tehénvizsgálatról, mindenről. Itt egy picit lassabb az internet, úgyhogy ezeket mi délután fogjuk majd feltölteni, többek között a Facebook oldalra is. Tehát minden külön videó, ami 6-tól 10-ig készült, az megtekinthető. Meg hát az online adás, ugye ha láttátok, akkor azért ott is nyomon lehetett követni, Jani, ténykedését. Igen, hát ha az megyek, egy picit félek majd a reakcióktól. Popsiba, és ennyi ember előtt. Nem szégyeled magad? A gyerekek, én komolyan mondom, jól érzem magam. Az ember valahogy azon gondolkodik, hogy mi van? Ne, olyan aranyosak vagytok, hogy mind a ketten annyira sisimultak ezek után. Nem csak emiatt, én szerettem a tehénfejést, én bírom a kajákat, jó levegő van, állatok között vagy. Tehát az egésznek van valami olyan romantikája, és valami olyan jó hangulata, ami tényleg, hát városban azért nem így működik, meg hát nem ilyen körülmények között vagy. És nekem nagyon tetszik. Föl te nagyon zseniális. Igen, zseniális. Annyira egyébként, hogyha nem kéne mennünk hazafelé, simán el tudnám képzelni azt a jelenetet, amikor így hárman egy csacsi fogattal belekocogunk a naplementébe. Azt egyébként bírnám én is. Na jól van, jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. 0636 45 00 00, ez pedig az SMS számunk, 9:50, itt vagyunk mindjárt. Ez itt a Morning Show. Hoppan, Gangnam Style. 3:40 lesz pontosan, 3 perc múlva. Csak hogy a tyúkok is tudják, hogy milyen jó. De nem? Be is indultak. Vágják ők. Igen, a tyúkok, a birkák, a juhok, a kakasok, mindenki. Most kiáltott el valaki magát kint, hogy napi kettője még nem volt. Igen.
Gyerekek, 10 óra után még, amit nem tudtunk kipróbálni, a leges, legnagyobb kombány vár ránk. Úgyhogy az még azért amellett ne menjünk el, hogy az hát, a hátára tesszük. Hát mindenképpen próbáljuk ki. A bobketezés óriási élmény. Ugye itt mi azért közben, amíg megy a zene, meg egy csomó, mi nem, mi azért jövünk, megyünk, kipróbálgatunk dolgokat, önök, mint a gyerekek. Feri néha oda megy, megkavar valamit valami nagy üsben, Janival mi jövünk, megyünk. És hát szenzációs. De tényleg. Nem számítottam rá, hogy ez ennyire jó lesz. Nagyon nagy feeling. És egyébként, hogyha az ember körbenéz, és azt látja, hogy egy rakás kisgyerek rohangál össze-vissza, nézegeti az állatokat, simogatja a nyuszikat, és milyen jól érzik magukat itt, akkor ebből látszik az, hogy mennyire egy egészséges hely ez. Igen. Na, mutatjuk a nap legjobb pillanatait, mielőtt elköszönnénk tőletek. Ugye sok minden történt, próbáltuk a legtöbb dolgot beletenni, de hát nem fér bele minden. Ugye egy hetes kismalac érkezett a stúdióba, a tyúktól tojásokat szedtünk el, és hát a tehén és a kecske megfejése volt az első feladat, talán még kora reggel, egyfajta bemelegítő jelleggel, ugye? Tudom, hogy nagyon sokan várjátok, hogy az a pillanat újra forogjon, amikor Jani és az ő barátnője. Ugye? Igen, de az ugye már 9 óra. Igen, sajnos, nem érzem, hétfő reggel lesz. Nem érzem az elég tiszteletet a hangotokban, mégiscsak mi már összetartozunk, tehát hogy létszik. Az már egy másik dimenzió, igen. Na, mutatjuk akkor, mi történt kora reggel velünk itt a farmon. 3-10 lesz pontosan, 2 perc múlva. Ez történt a Morning Show-ban. Feri, na, miért adsz ilyakokat? Nem haragudjatok, kicsit sikar a gyomrom. Egyél több rostosat, Feri. Akartok? Ezt hiszem inkább, jó? Gyere szívem. Édesem. Feri ugye visszatérő vendég mezőtúron, és hát itt kapott egy malacot ajándékba. Dehogy is, ezek az utódok. Nagy buli lehetett, Feri? Hát így sikerült. Itt tudj valamit, ha jól emlékszem. Hát egy hetes. Nagyon, egy hetes. Lekakil, csak mondom egyébként. Hát ez a dolga. Ez ilyen. Semmi gond nincsen. Jaj, de visszaviszem a mamához, bár ő a papa. Jó. Gyerekek, a Feri nem tud reggelit csinálni, úgyhogy igen, nem tudjuk akciába. Én is, jó? Azt mondom, hogy el kéne kezdeni, gyerünk, a tojás összeszedését. Irány a terep. Gyertek, barátaim, terepen vagyunk. Na, ugye két feladatunk van igazából, a tehén már könyörög, hogy valaki felje meg, és a tojások kiszedése. Ne nézegessük, kolléga, ugorjunk be a kalámba. Hány tojást akarsz, Feri? Mondd meg, hány tojást szeretnél? Te hány ravat hitelesítve, János? Hát figyelj, de 3-4 darabot azért kapkodjál már össze. Négy? Hallott, kapkodjál már össze. Gyorsan, legényes, öcsém. Kapkodjál már össze egy pár. Csukjuk rá, és most indítsátok a vérkakast. Na, es innen. Melyik a kakas? Ez a kakas? Igen, ez a kakas. Ő az. Aha. Figyelj, úgy tudod megfogni, igen? Úgy tudod megfogni, nem, már nem a tojást. Hess innen, te. Fogjál meg egy tyúkot. Nehogy összekoszold a Dolci Gabonát. Egy tyúkot kapjunk el. Hát itt csak kakasok vannak. Azért persze, legyetek már kicsit humánusabbak. Feri, most miért kellene meg műsorban megtörténni? Hát legalább várjuk meg mindig. Azt mondtad, hogy fél liter törgőnk, tehát szokok ezt csak jönni. Megittuk, nem? Hát kapjál egyet, mutasd meg, hogy csinálod. Figyelj, jössz, az a lényege, leteszed a mikrofont valahová. Nem, a mikrofon nem adom, csak ezzel, mert a támad, azzal fogom megütni. Ő a kakas, ő a kakas. Igen. A bármelyik kisebbet megfogjuk. Ne, Feri, Léci, Balázs a király, jövő a kakas, gyerünk, kapd el. Én nem akarok barátkozni a kakassal. Nem. Na, kapjál föl egy tyúkot. Figyelj, Feri elindult, letette a mikrofont, és most fog vetődni. Feri, mondhatni, te se vagy annyira ügyes. És a kis kőműves rekordás, kösz. Hey, na, jó, köszönöm. Mit csináljak vele? Na, itt van. Aha. Ő a naphőse. Tezzel mehetünk a tehénhez. Ki mondja el nekünk, hogy mit kell csinálni? Hát itt azért kellene nekünk egy kis segítség. Itt van nekünk Robert. Hello, Robi. Szépen, ő a tehén felelős. Mit kell vele csinálni, Robikán? Először megbarátkozni vele. Aha. Hallod, Jani? Nehogy fölfajjott. Sziasztok, Jani vagyok. Neki van neve? Neki tehén. Tehén. Ja, nagyon aha, szép név. Nagyon szép név. De kezdjük az alapoktól, Balázs kedvéért. Melyik a kecske, melyik a tehén? Melyik a szalma? Várjál, de miért kell megbarátkozni vele? Tehát én értem, de hogy mi hát rúg, vagy mit csinál? Hallja hangodat, aha, és név, hogy ne rúgkapálja, ne vergődjön. De miért vergődik egy tehén, amikor fejik? Nem, csak ugye benneteket nem ismer. Aha, ez igaz. Akkor mutatkozzunk be. Így van. Kicsit fáj is. Jó. Fura, hogy nem nézi. Le kell mosni a csecset. Le kell mosni a csecset. Megfogom a mikrofonodat, menj csecset. Hallod, Feri, tele vagy teendők. Ezt nekem kell. Kaptam egy vödröt, meg egy szivacsot, meg benne rongyot, és azonnal menjek csecset mosni. Semmi, hello, hogy vagy? Szia, ígyunk valamit. Pár pultnál találkozom. Gyere velünk, Robi, azért, mert biztos, hogy kell a segítség. Igen. Jól tele van tejjel, mondom én a városi, figyelj, azt se tudom, mit nézzek. De egyébként Robi, de hova fogjuk fejni? Azért ne a szalmába.
ott a bödöm. A bödömbe. Na, aha. Nem jó. Lesz ezzel gondolás. Na most amikor én láttam, akkor mindig úgy kényelmesen oda telepettek a tehén mellé, hogy leültek valamire, valami ülőalkalmatosságra. Hát itt de, jó, hát utoljára az indul a bakterházba láttál. Nézzétek csak, itt van nektek a kis toki. Nagyon jó. Semmi gond. Na. Elhúzod a lábát kicsit. Még a jelenlétel, ez egy picit zavarja. Ja, és akkor már ő megáll ilyenkor, láttad? Aha. Jaj. Jó, van, na, semmi gond. Lesz most forgatás a következő hónapokban, amíg felépülsz? Most abszolút nem egyébként. Jó, ide szépen jön. Ja, aha. Istenem. Hát, Balázs. Jó kis tőgymereg tej. A hő, te. Ne ingered már azt a tehenet. Hogy mondják tehi nyelven azt, hogy jokogeri? Hülye vagy, ha meg... De ezt mondogatod, meg fog rúgni. Na, milyen mozdulattal kell megfogni? Na. Igen. Hú, ez egyébként tényleg olyan, mint a sajátomat fognám. Aha. Csak ez sokkal nagyobb. Aha. Hő, hó, bimó. Né, te, ó, ne, ha, mi, ha, he. Jaj, aha. Jaj, se legyen, jaj. Nagyon. Ez így nem fog menni. Jó, már megfogtam. Na, húzzál rajta. Jaj, ne rángassam. Jaj, ne rángassam. Nem, semmi jó, hát ehhez vagyok szokva, tudod. Tehát, hogy én viszonylag magas az inger küszöbben. Aha. Istenem, kicsit... tartsátok azt a mikát, ami Balázs háta mögött van. Úgy látom, féltékeny. Jó, tehát kicsit így nyomjam. Jó! Oda néz! Hé, hey, sárcakadt a gát, ez az! Indul a spritz party! Na, de jön belőle egyébként, jól csinálom, nem? Így van. Szó-szó? Két kézzel? Hát gyerekek, ezen nem újjék. Nem kell húzgálni, csak nyomkodjam. Ja, das ist schöne Holstein Fries. Aha. Haferflocken Spritzen Partner. Ja, mint annyira beteg vagy egyébként. Ide kéne térdelned. Gyerekek, yes. Elrekszeljek. Hát azért ezt nem mondjátok, hogy béna vagyok. Ne, nagyon jól tudsz. Ihetetlen. Ez a rádiótörténeti pillanat. Tényleg jön. És a többiek sorba állnak. Zseniális. Téged akarnak a többiek is. Ja, mű. Na, mű. És ezt akár egy... Mennyi jön le belőle egyébként? 15-15, már így sokát. 2 decimál lett van. Már így sokát, csak 14,9. Jó gyerekek, azért érzitek? Szóval nagyon jó kezed van még mindig. És itt van Mici. Nézd meg az ő tőgyét. Hello, Mici. Mici egy kecske. Van a kecske is arra vár? Igen, és szintén arra vár, hogy megfejjük. Hogy akar-e még valaki fejni? Simán úgy lefejem, mint a pint. Na, akkor hozz egy vödröt. De akkor most már kíváncsi vagyok. János odalépett a kecskéhez ebben a pillanatban. A kecske egyébként ki van kötve itt az istálló szélén. János nagyon akkurátus mozdulatokkal először kezet most. János, nem műteni fogsz. Hát én értem, hogy bemosakszol, de hogy nem műtét lesz. És nézd meg, milyen szép. Júj, aha. Elindult. Jani, úgy kell, hogy ha igen? Nem haragszol, mert megtanultam. Doktor úr, mondja. Hogy ne húzd lefele, csak egy picit nyomjál rajta, és csak egy picit húzd meg. És abban a pillanatban jönni fog a tejbe. Az, hogy feltorultak az emlékek, hirtelen eszembe jutott egy régi szexárdi barátnő. Na, János, oda térdelt a kecskéhez. És csak... Jó? Jó, hát a profiknak azért nagyon durva öblik a tej a keze közül. Sokat jó, ide ügyes. Megjött a Janinak is. Márhogy a tejfej is. János, azért ezekben a mozdulatokban van rutin. Szóval egy, két. Figyelj, egyébként nagyon kemény. Mármint azt, hogy rengeteg tej van benne. Jó, ügyes vagy. Egyébként tényleg ügyes csinál, vagy. Mici, hogyha ráérsz, írt fel, légy szíves a vonalas számom. 2-9. Kilencvenszóval pontosan 10 óra, lassan búcsúzunk, csak közben készülök megfulladni. Írja nekünk egy hallgató, köszönöm a ti hatásotoknak, köszönhetően ma megvettem saját kis tanyámat. Halljátok? Látod? Ma megvettem saját kis tanyámat. A vidéki élet minden boldogságát, minden nehézséget, és azt mondta a hallgató, hogy neki is kellett ilyen. Igen, thanks, CZ, ezt írta nekünk. Megvette élet első tanyáját. Nagyon jó. A műsor hatására. Nyilván ugye hát azért mi ezt a humor oldaláról próbáltuk megfogni, azért van ennek egy keményebb oldala, meg azért ez kőkemény meló, amit itt az ember naponta végez, mi ezt pontosan látjuk. Tehát ezer részét tudtuk a dolgoknak megragadni. Viszont mindent megcsináltunk, amit nekünk tulajdonképpen a vendéglátóink kitaláltak. Már tegnap este és ma reggel. Nem volt olyan feladat, amire nemet mondtunk volna. Nem? Így van. De tényleg, van. Azért legyünk büszkék magunkra. Rengeteg örömünk telt ebben, és amit eddig tényleg csak kívülről látunk, meg mindenféle televízió műsorokból, meg esetleg könyvekből, azt most így testközelből, abszolút testközelből tapasztalhattuk, és nagyon élveztük minden pillanatát. Bizonyám. Na, még egy utolsó
pillantás. Puszi a barátnőknek. Meg a tehére. Csak mondom egyébként, hogy megnyugodott, mióta megfejtem. Látod? Tehát, hogy de szépen nem, fekszik. Nem, lebékjózták. Igen. Tehát fekszik szépen, kiegyensúlyozott, mosolyog, ez nem ugyanaz a tehé, mint a tiéd, Jani, ez egy másik. De azt látom, hogy határozott a harmonikus állapotban. Nem egyébként. Számít. Jani, számít, hogy ő nem a... Mert tudod, hogy szét fog spiccelni a hír. Hogy Janinak van messze a legjobb keze. Na. Hívjuk a nap hallgatóját már is, és aztán szépen lassan búcsúzunk a Turkevei Tanyától. Nagyon sok SMS-t kaptunk, köszönjük szépen. Mondjuk egyébként, hogy az online közvetítésen kívül minden egyes videó a műsor összes részéből fent lesz majd, ugye, ugye a Facebook érted, oldalunkon is, többek között, csak kell egy kis idő, amíg ezeket fel tudjuk tölteni. Szerintem délután már egyébként az összes fent lesz a Facebookon. Keresek majd egy ügyeskező hackert, aztán és eltünteted a videót. Na, hívjuk? Gondolom. Biztos hívjuk. Kiváló. És természetesen a kesztyűt is küldjük. Nem, ezt szerintem megpróbáljuk még egyszer, mert hogy ez nem kinyomott minket, annak nem ilyen a foglalt hangja. Csak én tudom, hogy milyen, amikor kinyomnak. Igen, abba te jó vagy, ez elég sokszor megtörténik veled. Hívjuk még egyszer a naphallgatóját, drága Anna. Nem elérhető. Akkor lehet, hogy mégis csak lemerült. Ezt írta nekünk. Még kora reggel a jó pálinka olyan, mint az anyós halála. Kívülről megkönnyezted, de belülről mocskosul jól esik. Ő lett a nap hallgatója, Krisztián. Köszönjük szépen. Ajándékcsomag nincs. Hát a kesztyűt azért küldjük el. A kesztyűt azért becsomagoljuk neki, nem? Azt egy feladott postára. Persze. Már egy jó kis tripzáros nylon tasakot kerestem is neki. Igen. Na jól van, búcsúzunk akkor Turkevétől, meg ugye hát magától a farmtól, a Lénárt farmról, és már közben nem tudom, mit fog csinálni, gyerekek. Van még a tansolyban. Igen, lesz a következő. Még mit lehet. Nagyon szépen köszönjük a tegnap esti vendéglátást, meg igen. A mait, hogy mindent vállaltatok, és mindent idehordtatok elénk. Tehenet, lovat, bikát, amit kértünk. Pálinkát. Nem, és természetesen, mikor távozni fogunk mindenkivel, kezet fogok majd a szent jobban. Igen. Na, holnap 6 órakor már újra a stúdió volt. Csabikám, itt vagy-e, kérdezem én. Hogy ne volnék, szevasztok. Hello, Csab. Mi újság? Már megint irigylésre méltó helyzetben vagytok. Hát amit elmondtatok az iménti mondatban, hogy mindent elétek pakoltatok. Néha úgy elmennék veletek egy ilyen kitelepülésre. Vinnénk, de hát most mit csináljuk, hogyha egyszer ketten vagyunk egy 4 személyes autóban. Ha nem fért be. Remek zenék, Csabikám. Új értelmet nyernek a dalok ilyenkor, amikor a Janiról kiderül, hogy tulajdonképpen mennyire szereti az állatokat. A szerelemről szóló dalokat veszem most elő. Will.i.am és Eva Simons újdonsága a This Is Love most csak Janinak és új barátainak, barátnőinek szól. Igen. Félre bánat, gyere bú. 555-55-00 ez a telefonszám, itt tudtok Csabitól dalt kérni, mi pedig holnap 6 órakor jövünk. Hölgyeim és uraim! Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli.